Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 10 perccel múlt el 6 óra, János és Ferenc a stúdióban, Balázs meg valahol a messziben. Sziasztok, szevasztok. Jó reggelt! Ja, hát jól megérdemelt pénését tölti valahol a dél-kelet-ázsiai térségben, hát egyébként ezt lehet tudni, mert lehetett olvasni újságokban, hogy Tájföldre ment egy picit pihengetni. Meg is írták? Szerintem igen, 15.000 forinttal. Vagytok. Igen. Honorálták nem ezt mondod, a hogy volt bizonyos cikket. Igen, valaki lefotózta őket. Picit nekem, hogy is mondja, hát gyerekek. Istenem, ez még mindig divat is, mindig szeretitek. Hát nyilván úgy történt a dolog, hogy egy munkatárs ment kifotózni, csak odaírtuk, hogy ez egy telefonos felvétel. Na jó van, Balázsnak jó pihenés, jövő héten szerdán jön ő vissza. Így van, jó? Így van, majd csak kibírjuk valahogy nélküle. Megmondom őszintén, picit örülök neki, hogy nem jöttek be a jóslata, illetve az, amit kívánt nekünk, hogy rettenetes, ratyis, szutyok, zimankos idő legyen itt akkor, amikor ő kint héderel mondjuk a tengerparton, mert hogy akkor mit tudom, 35-40 fok, meg koktélok, meg ilyesmi. Nálunk meg itt akkor legyenek, mit tudom én, térdigérő havak, meg ilyesmi. Hát itt tavasz van, kérem. Plusz 5 fokkal indítottunk már reggel, a tegnapi nap az ragyogó volt, sőt a tegnap előtt is, a péntek volt, meg a szombat ilyen kicsit esős, de például vasárnap és tegnap is szerintem remek kiránduló idő, ilyen egy szápolóban lehetett napközben állni, hogyha valahol elkapta egy ilyen jó kis napos sarkot. És mondják, hogy ennyi is a télnek, tehát hogy már egész héten valami hasonló idő várható, úgyhogy örülhetünk neki. Jól fogjuk magunkat érezni szerintem mindenféle szempontból. És azt ti nem hallottátok, hallgatók, amikor így mikrofonon kívül erről beszélgettünk a Balázzsal, hogy ő megy, és így nagyon gyúrta, hogy reméljük, hogy jön a hó, a minusz 10. Nem tudom, hogy miért jó neki egyébként, hogy így négyen érezzék magukat jól, a többi 10 millió meg kevésbé jól, de mindegy, nem jött be neki, ez a lényeg. Nem, hogy még rosszabbul él, vagy ő érezze még egyen jobban magát, ja, nem igen. Rosszabbul. Mintha ez bármit is számítan. Szóval volt fotó róluk, de sajnálom, hogy nem vettem újságot. Tegnap egyébként elmentem a boltba reggel, a reggeli ér a gyerekeknek, és azon gondolkodtam meg én, hogy az, hogy szegény Csala Zsuzsa meghalt, ja, Isten nyugosztal. De hogy tényleg az a hír, hogy neki van-e 100 milliója, vagy nincsen? Hogy nem lehet írni, így megnézegettem egy-két újságot, érted? És azon gondolkoztam, hogy nem lehet írni egy olyan cikket, hogy de szerettük Csala Zsuzsát, valami mint komikát. Szép nekrológot, igen, hogy milyen jó emlékezetes szerepeiből megszólaltatni azokat az embereket, akik elő szívesen dolgozott, illetve akik szívesen dolgoztak vele, stb. Hanem most arról megy így a vitatkozás, hogy akkor most volt neki Dellája, vagy nem. Igen, volt hogy neki. Csak egy ilyen aranyos kis, mit tudom én, negyed oldalt lehetett volna, egy régi képet, egy újabbat, és akkor hogy milyen jól játszott ő, mennyit neve vettünk, amikor ő a televízióban volt, és milyen jó szerepei voltak. Aranyosul volt neki kutyája, nagyon szerette az állatokat, hogy ilyeneket lehetne írni. És nagyon szerette a snidlinget. És a snidlinget nekem, mindig ez jut egyébként az eszembe róla, hogy az Égigérő fű című magyar televíziós klasszikusról van szó, ahol ugye Poldi bácsi ápolgatja azt a szép zöld gyepet, és hát ugye a gyerekek elmennek, Ulma Mónika többek közt, akkor figyeltem fölre, és azóta is figyelemmel kísérem az ő pályáját. Hát egyéből kokból kifolyólag is. Akkor és még én így nem akkor gerjedtem. Még nem megy, de utána jött ez a fotósorozat, stb. Hát aztán felnőtt, és hát akkor jutott egészen közel az én szívemhez, de az Égigérő fűben is nagyon jó volt, és akkor ugye keresték a füvet, amivel a nyugdíjba menő Poldi bácsit meg lehetne lepni, ugye a háznak az udvarán, és akkor elmentek a piacra, ott Csala Zsuzsa volt az egyik, ilyen. Vagy hívják áru zöldség, és akkor a gyerekek azt hitték, hogy az fű, de az nem fű volt, hanem snödling. És akkor nekem ez égett be tőlem, meg hát ugye rengeteg különböző kabaré jelenetben szerepelt ő, és azt hiszem egyébként, hogy Nyerte Zsuzsával voltak ők nagyon-nagyon jó viszonyban, és nagyon sokat játszottak együtt, egész jól kiegészítettek egymást, ugye a két pólus. Így van, pont az ellentét a két véglet. Úgyhogy lehetett volna ilyet is írni, ehelyett most az van, hogy volt-e 100 millió, vagy nincs. Miért nem engedett be senkit? Nyilván ezért, mert műkincsek is vannak, ezt már ma olvasom, aha. És hogy kié lesz a pénz. Tehát, hogy ez a fontos. Hát ez, mindegy. Zsuzsa néni, mi szerettünk téged, puszi. Ott fönn. Így van. Isten nyugosztál sokáig. Na, mi történt veled az elmúlt 4 napban? Hát az egyikre konkrétan rá akarok kérdezni, mert ugye nagy nap volt a Daloda és Faloda életében, pénteken volt egy megnyitótok. Azt láttam, hogy nagyon komoly vendégek voltak, láttam ott a Szolnoki Petit, a Sipos Tomit, a Dombóvári Pistát, stb. Tehát, hogy meg szép tömeget, ahogy a képek mutatták. Gyakorlatilag tündéraranyos volt az összes ilyen sztár, mert első szóra jöttek, meg még Zsül is. Tehát, hogy így volt a sztár vendégek. Csak róla nem láttam külön majd teszek fel egy második kört, jobbok még erről a sztoriról. A Dombi az
egyszerűen mondta, hogy figyelj, nekem nem lehet, mert mi vagyunk egy ilyen, ugye ezek a humoristák, vagy hogy hívják ezt most, stand-uposok, a stand-uposok a kartelbe tömörültek, és ugye az van, hogy ők csináltak miért egy helyet. Miért kik ellen védik meg magukat egymás ellen? Szerintem saját maguk ellen, igen, hogy nehogy, nehogy az legyen, hogy elhapolják egymás ellen a haknit, érted? Ezért mindenki, és akkor mikor én fölhívtam, hogy nem jönne el egy pár keresetlen mondatot mondani, akkor mondta, hogy neki fellépése van, meg hogy ugye van egy ilyen Budapesten belüli, nem nagyon lépünk fel, hát de mondom, most én fizetni nem akarok érte, tehát az meg nem fellép. Te leheted. Igen, de leheted, leíhatod a dolgot, és akkor eljött ő is, nagyon aranyos volt, hogy mindenki így eljött pacsira, és nagyon nagy bulit csináltunk, hát a kollégák is megérkeztek, Lacit kivéve, de ő igazoltan volt távol, mert neki dolgozni kellett. De dolozott. Így van, de ott volt Anna, ja, Péterrel együtt a kis férjével, megérkezett Zsül is, az új csajod, Zsül? Csajod? Vagy még nem? Hagyjuk, ne feszegessen? Aha. Nagyon ja, helyes kis aranyos lányjal érkezett. Igen? Igen, még nem is értettem, hogy mit keres a Zsül mellett, de sok sikert hozzá. Ismerem a Rákóczi felét. Igen, és ezzel valószínűleg be lehetett vonni a buliban. Reggel 6 lett. Egyszer csak. Az igen. Zsül, ő hamarabb távozott, mert reggel 6. Igen, ránk virratna. Ott a Liszt-Ferenc környékén nincsen már ez a, hogy hívják, csendesen vigadjanak, mert külön engedélyt kértünk. Külön engedélyt kértünk, meg ahol mi vagyunk, ott a fölött nincs lakás, aha, tudod, és akkor így megúsztuk ezt a dolgot. Úgyhogy reggel 6 lett, meg akkor már ugye ez csendesedő ág van. Mindig úgy szokott lenni, hogy nagyon hangos vagy egy darabig, és utána 3-tól kezd leereszteni a balhé. És reggel 6-kor mi van még a konyhán? Kocsonya? Nem, reggel 6-kor ilyen félig alvó ájult embereket húzol be a teraszról a belső épületbe. Úgyhogy ez volt az egyik legfontosabb dolog, ami történt, ez tényleg nagyon-nagyon jó sikerült a móka és a kacagás, mondom így 6 óráig el salalálázott mindenki. Mi van? Igen, egészségedre, Zsül. Na. Majd csomagolok, hozok máskor. Hát most megetetted, megíthatod, aki arra jár, hogy örüljön. De az is vicces. Szemtől szemben ilyen egészen durván benyalni a Ferinek. Szerintem nem kell meg, aki egyébként ismeri őt, az úgy is tudja, hogy ahol ő ott van, ott valószínűleg rossz kanyag már nem lehet. Vagy legalábbis van valami ennivaló. Igen. Na, hát csak mi volt még, amit akartam ezzel kapcsolatosan mondani, na mindegy, majd később eszembe jut a sztori. Úgyhogy ez volt, és akkor másnap nagyon, nagyon pihent mindenki. Szerintem, aki ott volt legalábbis. Zsül bejött keverni, aztán hazament és aludt tovább. Annáik is ott voltak. Anna, érted, mint csicsergő kismadár szállt emberről emberre. Aha, ebben sincsen semmi meglepődezgatóan. Óriási parti arc volt. Illetve láttál olyat kívülről, hogy Anna beszél, valaki elkezdi nézeketni az óráját, és agyban látszik rajta, hogy nagyon dolgozik azon, hogy milyen alibivel mentse ki magát. Dehogy is, sose volt ilyen. Anna egyébként most mondta, hogy ők évfél előtt hazamentek, mondtam, aha, kismadár, 2-kor te még ott randalíroztál a férjeddel együtt, kicsit az időérzéke el. Elaludt mellette pár kültéri hősugárzó, mert elszívta az oxigéntől. Még beszélek. Na, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, nekem ez volt a 4 napban az egyik ilyen legfontosabb történet az életben, aztán hétvégén ugye a srácokkal kellett menni kirándulni, volt egy csomó születésnapi buli, megint, tehát ezek el kellett mennünk játékboltba, és hát mit csinálsz? Vittük a Pannát, mert a Somi az most önállósodott, és azt mondta, hogy ő nyaralni megy a mamihoz. Mondtuk, hogy ilyen ötlet szerintünk, menjél fiam, ott is ő ott akar aludni a maminál. Viszont ugye a hétvégén volt 3 születésnapos, és akkor menjünk, vegyünk játékot, valamit kell ugye ajándékba vinni Pannával egyetemben, hogy azt ha egyszer megértem, hogy elmagyarázod a gyereknek, hogy kicsi, most azért megyünk, hogy másoknak vegyünk ajándékot, mert megyünk születésnapra, hogy neked most nem veszünk semmit, mert megvan mindenünk, szerintem nincs rá szükség, de valami 3 apróságot. És azt mondja tündér aranyosan a gyerek, hogy apa, hát ez teljesen természetes, nekem nincs születésnapom. Ahogy beérsz a boltba, de ahogy beérsz, azonnal... Abban a pillanatban jön valami. Igen. A kívánságlistára. És mondja, hogy mondom, de megbeszéltük kint, hogy nincs szülinapod most. De majd lesz. Azokhoz gyerek, mondom, igen, de csak novemberben. Majd visszatér. És szokjál hozzá a gondolathoz, hogy ez egy kicsit tovább fog tartani, mint ahogy te szeretnél, mert a világ 11 éves, de mindig ott tartunk, hogy a második dolog az, amit mondta, hogy szia apa, és úgy kezdi, hogy ja, szia apa, mert hogy előtte mindig azt kérdezi, hogy mit hoztál. Ja, szia apa. Kinövik magukat. Úgyhogy ezek voltak. Nálad? Hát egyrészt ugye örültem én is rettenetesen a jó időnek, meg annak is örültem, hogy végre megint lemettem a Spider-be egy kicsit mászni, mert volt egy nagyon makacs új sérülésem, ami ugye mondjuk a mászósportban azért meglehetősen komoly akadály. Rendben jött a kezem, mehettem mászni, nagyon örültem.
Pénteken voltam egy nagyon jó kis kezdeményezésen. A 17. kerületben egy festékboltos srác kitalálta azt, hogy ő már pedig valamiféle társadalmi munkát akar csinálni a kerületért, és kipattant a fejéből egy olyan kezdeményezés, hogy a kerületnek az iskoláinak, meg az óvodáinak segít azzal, hogy elmegy, és ingyen és bérmentve az ő haverjaival, meg harcostársaival, meg festő kollégáival együtt kifesti valamelyik terméket. Osztálytermüket, vagy iskolatermüket, vagy tornatermüket. És visz is festéket, és így van. Így van, és megszavaztatja az ő Facebook oldalán, hogy hova menjenek. És akkor most éppen egy kis oldalra jutott a sor. Előtte meg volt egy ilyen kis futás is, egy ilyen kis jótékonysági futás, ahol gyakorlatilag az ember mondjuk egy ilyen jelképes úgymond nevezési díjat befizetve támogatta azt a helyet, amit egyébként kifestenek. Elég sokan voltunk, azt hiszem öten. Nagyon jó. Na, nem rossz a szép. Ez volt az első, csak jelzem. Tehát, hogy igazából itt a kezdeményezések a pozitív volt az, ami szerintem nagyon szimpatikus, hogy valaki kitalálja, hogy a kerületében akar tenni valamit a többi kerületi lakosért. Aha. 17-ről van szó, ugye? Úgyhogy szóltam is neki, hogy legközelebb nem, Keresztúr és környéke. Szóltam is neki, hogy akkor legközelebb a Csabit rántsa be mindenképpen, és hogy tegye szombatra a futást, mert hogy szerintem akkor egyrészt többen mennének el, másrészt meg amúgy felállva tapsolja meg mindenki a produkciót, mert hogy egyébként egy nagyon szimpatikus kezdeményezésről van szó. Én tökre bírom ezt, amikor valakinek így egy ilyen gondolat szögetett a fejébe, és akkor egy nem is vár senki másra, aha, hanem ő meg a haverjai szépen összehozzák ezt a dolgot. Úgyhogy futottunk is egy kicsit, utána meg ők nekiálltak, aztán szépen kifestették ezt a kis óvodai tornatermet, ami nagyon jó. Mennyit kerül. Kellett futni? 7,5 kilométert mért, aztán én meg 9-et, tehát hogy... Van egy másfél kilométer. Igen, de nem baj, de jó sikerül. Itt átfutunk, ott azt a sarkot levágjuk, és akkor így érted, 7,5. Aha, csak egy vasútvonalat, egy autópályát, meg ilyeneket futottunk keresztbe. Nem volt túl rutinos ebből a szempontból egyébként. A srác nem, én azt gondolom, hogy nem mérte föl tökéletesen, hogy merre kéne menni, meg az óra, amivel mérte, vagy én nem sem tudom, mivel érte egyébként. Lehet, hogy térképen vonalzóval, igen, megnézte a léptékeket, és abból találtak, hogy ez 7,5 lesz, nem 7,5 volt, 9 volt, meg egy-két olyan helyen is átfutottunk, ahol egyébként nem annyira kellene, de ahogy nagyon jól sikerült. És akkor ilyen vasúti átjáró volt? Várjuk meg, piros a lámpa. Igen, és ha még megvártuk volna. Ja, erről nem beszélünk, hogy jogot sértettetek. Ez igazán nem szép dolog. De a kezdeményezés az nagyon pozitív. Azért jó az, hogy ilyen helyi erő a helyi kis közösségért tesz, mert nyilván akkor látod az eredményt. Tehát egyszer majd a te gyereked is fog abba a tornateremben járni. Hát az önkormányzat is veszi a lapot. Hát nyilván az önkormányzat veszi biztos a lapot, csak nincs szegénynek pénze. Tehát másra van pénz, nyilván abban a kerületben is, vagy próbálják ugye súlyozni a dolgot, mindenhova adni egy kicsit. És akkor, ha legalább így a helyi erők azt gondolják, hogy most van egy kis festékbóltom, megmaradt, mert 5 liter fehér, az valóban nyomjuk fel a haverokkal. Szerintem ez jó. Meg az összes egyébként az ilyen egyénektől indul, ilyen kis társadalmi kezdeményezés szerintem nagyon jó. Ez a csináld magad mozgalom, ez hozzám mindig nagyon közel állt. Úgyhogy tök szimpi dologról van szó, lehet példát venni róla. Én például, ha tudnék csatornát szerelni, mint ahogy nem tudok, de ilyen nagy csatornát, akkor én már megcsinálnám a 13. kerületben, a Szegedi Hajdú kereszteződésében azt a csatornaferőt, amit nem hiszitek el 3 vagy 4 héttel ezelőtt, de pont az egyik sávnak a kellős közepében, ott az egy kicsit így beszakadt, vagy kiszakadt, vagy nem tudom mi van, és az volt a megoldás, hogy rátettek egy ilyen oszlopot, aminek a tetején van egy sárga lámpa, de az nem világít, csak maga a sárga világító test, tehát ez a burkolat van meg, elméletileg oda szoktak kötni egy ilyen akkumulátort, és akkor az villog sárgán, hogy lásd. Szerintem a 42-et viszi el valami autó, aha, és már nem ellopja, hanem ugye elüti, és azóta nem történt semmi. Tehát, aha, hogy például aha, ott, hogy... Hát biztos a környékbeli gyerekek kifejezett kérésére maradt ott, már olyan szépen villog, igen, olyan világít, jó, de nem is világít, érted, aha, mert nincs hozzá akkumulátor, csak magán a csatorna fedőn van ez a vacak, egy ilyen piros-fehér bot, annak a tetején van egy sárga. De akkor nem ellopták. Nem lopták, hanem aha, úgy viszi el, hogy neki megy. Mert ugye éjszaka nem látod. Uh-huh. Már annyit látsz, hogy ott van valami, de nem fel, tehát hogyha mondjuk, és ráadásul olyan macerás az egész kereszteződés ott előttünk, tehát hogyha nem figyelsz oda, akkor gondolom könnyen el tudod ütni, uh-huh, el tud uh-huh csapni ezt a szerkezetet, ami darabokra megy, úgyhogy nem tudom, hanyadikat teszik ki, és nem. De az Istennek se csinálnak vele semmit. Most vagy az van, hogy nincs még a technológia, vagy valami, lehet, hogy lent egyébként dolgoznak, van olyan?
Hát ilyen hosszú időn keresztül, hogyha dolgoznak, akkor menjen valaki értük. Igen, tehát senkit nem láttam se feljönni, se lemenni még. Most nekem van egy ilyen fixa ideám, hogy valamelyik éjszaka, érted, hajnali 3-kor ezek lemásztak, vittek magukkal a hideg élelmet, és izét nem tudom mit, és azóta nem vannak, és ők dolgoznak. Aha. Tehát én hinni akarok bennük. Mondjuk kíváncsi lennék arra a hideg élelemre, ami elfogy mondjuk lent abban a szakban, nyilván szoba jön egy-két izét, egy-két ilyen, hogy rúzsflórával élő lácsajt. Tehát nem, nem ami tudom. Szakban kompatibilis. Nem tudom. Na, mindegy, nem is. Na, így majd vagyunk, megjavul, úgy, majd megjavul. Úgyhogy például, ha a kerületben a 13-ban valaki ért a csatorna fedelekhez, akkor szerintem én egy akkor egy ilyen társadalmi munkában én nagyon szívesen megcsinálnám ezt a dolgot. Vagy nem tudom, segítenék valamiben, ha tudok. No, van nekünk, de hogy nem van, hát hogy ne lenne. Jaj, hát hogy ne volna, persze, most akik szeretik, azok nagyon fognak örülni, akik meg nem, azok kevésbé, azok örüljenek majd annak az időszaknak, ami egyébként túlnyomó részt van itt a Morning Show-ban most már hosszú-hosszú hónapok óta. Szóval, hogy amíg Balázs nincsen, addig lesznek reggelenként kis rockok, most is lesz egyébként, egy nagyon jó amcsi bandáról van szó, most ebben az esetben a Godsmack-ről, akik egyiránt táplálkoznak mondjuk az Alice in Chains-ből, meg a Metallica-ból is, és hát mondjuk valószínűleg nem véletlen, hogy cirka 20 millió albumot adtak el már világszerte. A világszerte alatt egyébként elsősorban az Egyesült Államokat értjük, mert ezek a jó emberek, ezek nem nagyon jönnek álltam úgy Európában, mert nekik tökéletesen elég az, amit ott le tudnak aratni, és ez nekem nem kevés. Elég lenne. Mert igen, és a Beach ebben az esetben az Nicky Six, a Mötley Crüe-nek a basszerje, akivel voltak itt közös turnén, és állítólag elég sokat sírt a csaj. És hát neki üzentek ezzel. A videoklipet egyébként feltettük természetesen a Facebook oldalunkra, azt is mindenképpen érdemes megnézni azoknak, akik kedvelik, megcsípik a ketrec harcosokat, mert hogy egy rakás MMA világsztár van benne. Ütik egymást. Igen. Rendesen? Igen. Azért hát ez milyen, hogy egy ilyen nagy... Mi is ütnénk egymást, hogyha azért fizetnének. Az mondjuk igaz. Azért ez milyen, hogy egy ilyen nagy kedvenccel elmész közös turnéra, ugye a Nicky Six-el, aki hát gondolom, most nem azt mondom, hogy ő a példaképe a zenekarnak, de hogy azért mégiscsak mutatott már valamit ez a csávó. Nem keveset. És hát egyrészt hát lelkázod, másrészt meg arról írsz egy dalt, hogy milyen, amikor Nicky Six sír. Nagyon jó, érez, bírom. Bírom, és nagyon jó szólt a dal, jegyeztük meg itt Zsüllel, aztán azt is megjegyeztük, hogy de hát mitől ne szólna jól, hiszen Amerikából jött. Miért csesznék el? Na, holnap reggel is lesz majd rock és metal rovat, valahol a mesdjén, a határon fogunk majd mozogni, és tágítjuk mindazon hallgatók, látókörét ebben a műfajban, akik esetleg még idegenül mozognak benne. Szala azt írta, jó hangja van a csávónak. Aha, nincs rossz hangja a csávónak szerintem sem egyébként. A múlt hetet 2-2-vel zártuk, ha jól emlékszem, ugye ez is egy csonka hét volt, 2-2-vel zártuk a fekete-fehér igen-nemben, és ezen a héten is csak 4 napunk van, tehát lehet még döntetlen is, ugye ez nem szokott előfordulni, amikor 5 napot játszunk, de ilyenkor igen. Aki szeretne jelentkezni a fekete-fehér igen nemre, az most megteheti, és akkor Karolina hírei után játszunk. Így van, jön a kislány. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, szevasztok. Az előbb hallott dal nem Jani kérésére forgott, az a hírek előtt volt. Igen. Egészen jövő szerdáig lesz egyébként rock, illetve metálos rovat, úgyhogy erre lehet készülni. Legyetek senkinek ezt... nem fogja egyébként leégetni a hajat a fejéről, meg beszakítani a dopártyáját, ezt előre mondom, de azért lesznek zúzósabb pillanatok is. Szerintem egyébként ki lehet bírni, meg ahogy az SMS falra pillanatok, azt látom, hogy elég sok emberrel találkozik az ízlésem, hála jó Isten. Kamázták, dzsanázták, lájkolták, bökték a zenéket, és azt gondolom ezzel kapcsolatosan, hogy szerintem egy hétig naponta 3 perc belefér az ember életébe, hogy valami olyat halljon, amit esetleg eddig ő még nem hallott, vagy nem szeret, akár, és akkor picit így tágul a világkép. Annál jobban fog majd esni Serdán a Lady Gaga. Ó, de jó lesz az. Addig akkor viszont nem lesz. Kiéheztetünk benneteket, és jövő hét szerdán jön Gaga. 47-es főút Debrecen és Mikepécs között autó az árokban. Tutó írta, 10-es út Tatától Esztergom felé katonai konvoj miatt katasztrófa, Kexi, Keszthely, Zalacsány, Zalaegerszeg úton Tejfehér sűrűköd látótávolság 5 méter, Réka, vigyázzatok magatokra. 405-ös út 16-os kilométer Ceglét felé kamion gumi az úton, amit ha nem látsz még a sötétben, nagyon kellemetlen meglepetéseket tud okozni. 4 munkanapunk volt az elmúlt héten, és 2-2 lett az állás. Mi megelégedtünk ezzel a kis 2-2-vel, tehát nem harcoltunk tovább. Hát és ezen a héten ugyanez a helyszert. Ugyanígy ugye már csak 4 nap van hátra. Hogy már szalad most ott, hogy 2-2 lesz? Na, nem, csak hogy kb. Ugyannyire kiélezett lesz a verseny, mint a múlt héten. Már is kiderül, hogy most kivel játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ha mi ha-ha-házunk, kiszólítja meg Emmát. Hello Emma, jó reggelt! Hello, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Honnan beszélsz, Emma? Gyöngyös-Solymosról. Gyöngyös-Solymos. Ez Gyöngyös és környéke? Vagy Solymos és környéke? Vagy... Igen, Gyöngyöstől északra, Mátrafüred alatt. Jó ide, jó hely. Nagyon szép hely. Szép hely. Így van. Ami annál kell is morzsolt egy könycsepet, mert ő így ott arrafele nőtt, cseperedett ilyen szép sugárra. Kérlek szépen, ő fönn a csúcson. Anna csak a csúcson, csak a csúcson tud lenni, és kérlek szépen lejárt az emberek közé, a farkasoktól. Igen. Szia, Gajatetőn éltünk, és Mátrafüredre jártam iskolába. Jaj, de szép hely. Hát tudod, most már azt történt, hogy a Mátrafüredi iskoládot sajnos bezárták. Bizony, tudom. És a Mátrából is nagyon-nagyon-nagyon sok gyerek ide járt Gyöngyös-Solymosra az iskolába. Aha. Hozzatok a Mátrafüredi iskolából egy követ annál, ha valaki arra jár. Bizony. És bontja. Óvoda van ott, azt hiszem. Tavaly én voltam arra felé. Igen. Uh-huh. Tartom azért én a föntiekkel. A föntiekkel. Van is ott egy ösvény egyébként ott, elnevezték. Amit Anna taposott ki annak idején, a szűz rengetegen át, mert sajnálták a pénzt a távolsági buszon. Az a szép ösvény. Örülök neki, ezt nem tudtam, meg biztos sokan nem tudtuk, még büszkék vagyunk rá, hogy te erről való vagy. Mi is Annára, jó, majd ezt 10 után folytatjátok, gyerekek, ne legyen már ilyen belterjes ez a két mátrai. Igen, volt egyébként Gyöngyös-Solymosi osztálytársam. Fehér Lacinak hívták. Fehér László. Mondjad, hogy jaj, a Laci! Jaj, a Laci, a Fehér Laci! Jaj, hát persze, hát a Lacira mindenki, amíg a Laci sokat emlegetett téged. Solymoson van sok nagy, Kalsai, Kerek, Szabó, kit nem sértettem még. És a Kovácsok. Kovácsok, ugye? Szabók a nagyok. Istenem. Na majd 10 után dumcsizunk. Jó. Emma, vigyázz, mert Anna mondjuk tényleg fölhív. Akkor már értjük, hogy miért játszol te. Igen, nyugodtan, majd várom. Már várja. Mi a helyzet a dísznövénykertészetben? Te ugye ott dolgozol. Hát kérlek szépen, minden csuda jó. Uh-huh. Most ezen az idei télen, ugye 8-ra megyek dolgozni, 8-ra megyek. Uh-huh. Ezen az idei télen most kiváltképpen jó, mert nem volt tél. Lehetett ültetni. Ja, igen. Ezen a télen a kiváltképpen jó, hisz nem volt tél. Figyelj, képzeld el, hogy bejöttem a reggel, és szakember vagy, és azért hozzá tudsz szólni a témához, és azt vettem észre, hogy 4 nap után így virágba borult az orchideám. Igen, nem öntözted végre. Föllélegzett. Na, mit szólsz hozzá? Ilyenkor ez természetes amúgy? Hát nem. Minek köszönhet a központi fűtésnek, vagy pedig annak, hogy változnak az évszakok? Szerintem a központi. Annyira jó lenne a központi. Azt elárulom neked, Emma, hogy gyakorlatilag mi itt egy üvegházban élünk. Tehát bejössz a szerkesztőségbe, és azonnal mindenki alsó neműre vetkőzik, mert ömlik rólad a víz, és szerintem ezt szereti ez a virág. Így van. Ugye? Na jó van. Megállandóan tüzelünk. Emma, kivel szeretnél játszani? Hát, Ját, a Ferivel. Na, jó van. Jó, kicsit izgultunk, hogy a Balást választod, mert ő ma alszik még csendesen. Mi az, hogy nincs komoly választék, vagy te vagyok én? Mennyiségileg, minőségben aztán hagyjuk. Csak a csúcsok. Kezdhetünk, Emma? Kezdhetünk. Jó, akkor Jani visszaszámol, figyelj, és innentől kezdve már megy a játék. 3, 2, 1! Gyenge volt a tél a Mátrában, Emma? Gyenge volt a tél a Mátrába, a hideg az úgy valahogy eltávolodott. De a hó az hiányzott a növényekre, ugye? Az mindenkinek hiányzott a hó, többnyire a síelőknek is hiányzott. Sajnos. Te tudsz síelni? Ó, bár tudnék, de nekem a térdeim azok tönkre vannak már a sportolástól. Képzeld el, mit sportoltál? Hát képzeld el, hogy én fociztam. Foci? Női foci? Női foci csapat. Milyen poszt játszottál? Milyen posztot játszottál? Kapus? Hát én játszottam. Hogy találtad ki? Erre gondoltam, hogy te kapus vagy. Eltaláltam? Képzeld, az voltam.
Szeretted? Voltam. Ó, imádtam. Minden gólt kifogtál. Hát mindegyiket azért nem fogtam. Hopszi! De azt a becsárját neki! Én már hagytam egyébként ezt hát a olyan játékot. Olyan jó játszottál! Már éreztem, hogy mondom, ez elmegy. Ennyi volt, még bedobni a alibi kérdést, meg mondott a Feri. Figyelj, nagyon jó voltál. Köszönöm. Nincs miért szabadkozni, zseniálisan játszottál. Az a helyzet, hogy én is kezdtem elengedni, azt gondoltam, szépen elbeszélgetjük az egy percet, mert nem voltál passzív, jó sztorit hoztál be, ez a női foci, ez szuper volt, beszélgettünk síelésről, mindenről, mondom, ez most már lemegy, ez az egy perc, gyerekek, az első játékot ezzel el is buktuk, tehát nem bukjuk el, de a pont az ilyenkor, hogy tiétek, erre az 58. másodpercbe bedúrom. 58. Képzeld el. Jaj, de sajnálom. Úgy vagy mennyi, nem tudom, mennyi? 55. 55, akkor 55. Gyerekek, gyerekkoromban játszottam valamikor, 50 évvel ezelőtt játszottam. Ezt hegyi bajnok voltál, Mátra is környéke. Ja, hegyi bajnok. Emma, sajnálom, de nagyon ügyes voltál. Köszönöm nagyon ügyes szépen. Voltál, úgyhogy köszönjük neked, és pusziuk a mátraiakat, jó? Átadom. Meg a gyöngyösieket, meg a gyöngyös pataiakat, meg a gyöngyös solymosiakat, meg ha még van valami ilyen település név, gyöngyös előket feltétlenül. Van, van. Jó. És tényleg nagyon sajnáljuk, hogy így alakult. Puszi Emma. Szia. Szép napot neked. Szia. 1-0. Na, jó van. Megvan az első, nem volt könnyű. De megvagyunk még 3 játék a héten. Gyerekek, bármit hajlandóak vagyunk megmozgatni azért, hogy mi nyerjünk, hogy a főnök előtt nem maradjunk kakiban. Jó? Tehát, hogy egy nem tudom, egy 3-1-et hozzunk a hétvégére legalább, de az ajándékcsomagok eljutatásáról majd később beszélünk. Most megint hírek jönnek, aztán jövünk vissza mi. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 3 perc múlva lesz 48 jó reggelt, szevasztok! Nekünk a hét első napja, nektek már a második. Ugye? Hát igen, mert hogy kedve. Jó, egy napot precíz vagy és tényszerű. Ennyi. Mondjuk ebben nincs is több, tehát hogy ezt a hiába boncolgatnánk hát a továbbiakban, de ez van így, nektek. Így van, másod. Feri pedig nagyon makas, Zsülő kevésbé, pedig alacsony. Na, hát na, ez is kell. Így is vagyunk körülbelül. Várpalota, Őskü között, Köd plusz a Vasíti hídon egy lerobbant kamion, Nonótól kaptuk ezt, M3-as pályán köd van a 200-as kötő Nyíregyháza felé. A látótávolság körülbelül 70 méter teljes, a M7-es végig nagyon ködös, preventív, Robi, nagyon köszönjük, aranyos. 47-es főút Debrecen és Mikepércs között autó az árokban, ezek a legfrissebbek, a 0676450000-as számra nyugodtan írhattok közlekedési infót, és olyan észrevételt is, mint például a játékkal kapcsolatosan, Feri, hát hogy a bánatba véded ki a gólt? A kapura lövés még esetleg, de ha te kivéded a gólt is, a Madrid tuti, hogy leigazol. Ugye a játékban ezt kérdeztem, hogy kivédted-e a gólokat? Igen. Úgyhogy Gyuri, köszönöm szépen, ne haragudj, hogy így tudatlan állat vagyok a fociból. Ennyi precíz volt és pontos a kiigazítás. Tehát a Feri pedig sportmentalista, tehát hogy nem kell tőle számunk kérni azt, hogy nem ért a sporthoz. A lényeg az, hogy a végeredményeket viszonylag nagy százalékban jól tippelnek. Ennyi. Bár az utolsó rész az nem volt már szép a Balázsral való csatározásunknak, ott mindig, sok játék pénzzel húsan. Mindig azt tudtam mondani, hogy ilyenkor tartozik nekem valaki. Tehát ha bármilyen szerencsejátékot játszik az ember, és veszít rajta valamennyit, akkor azt úgy kell felfogni, mint egy tartozás, hogy éppen kölcsönt, amit majd később visszakapsz. Aztán lehet, hogy ez a kölcsön egy kicsit majd húzzad még. Igen, növekszik így idővel, de majd csak visszakapod. Valamikor hát szerintem vigasztad magad ezzel. Igen, ha nem tőle, akkor a jóisten majd megsegít. Például nem esik cserép a fejemre. No, mi? És akkor körülbelül így vagyunk. M1-es még egy közlekedési info, a 108-as kilométernél a felüljáróról rendőrök mérik a sebességet. Berkut írta ezt nekünk. Köszönjük szépen az információt. Ja, képzeld el, hogy van ott egy kis problémánk, mert hogy nem szeretnénk, hogyha a Virág járna valamiféle ilyen külön órára, vagy valami kis külön foglalkozásra. Egy időben ő eljárogatott így sportolgatni, a lósporttal ismerkedett össze, csak aztán sérvet kapott az a ló, ami lovagolt. Ne legyél már ilyen. Na, Virág, én szeretlek, most még hallgatod hát apádat, ő is szeret téged, nem úgy gondolta. És most találtunk neki egy muraközit, amivel aztán hetente egyszer 20 percet talán bír majd az állat. De utána egy ilyen nagy rehab van alulnak, ugye? De nyilvánvaló értelme. És akkor vagy egy izé, vagy egy állatot tovább kerül mondjuk a boltjának húszba, vagy pedig hát a vágóidra. Na mindegy, nem, természetesen ez így ebben a formában nem igaz. Én csak lódítok egy kicsit meg.
meg tudom, hogy hallgat minket, de hogy megmondom őszintén, hogy mi nem nagyon járhatjuk semmiféle ilyen kis mellékes órára, van egy pici kis korrepetálás ebből abból, de ez ugye kell a tanulmányok miatt, viszont azt vettem észre, hogy olyan hihetetlen mennyiségű tananyagot kell elsajátítani, hogy nagyon nem is jutna mellette se ideje, se energiája arra, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát, hogy a rendes általános iskolai tananyag mellett még valami másra is járjon. Tehát, hogy szemben... mikor négykor kijön a suliból, akkor ő már nem megy el mondjuk fél ötre aerobik órára, kedden, szerdán a kis természetbúvárok szakkörére, csütörtökön meg a mit te hova. Tehát nálatok ilyen nincs. Így van, nem, meg a kis szubosok klubjába se. Hogy ennek ellenére azt olvastam most egy ilyen felmérésben, hogy az alsó tagozatosoknak több mint a 3/4, a felsősöknek pedig a 90%-a jár valamilyen külön órára. És ezek általában valamilyen sport vagy zenei délutáni foglalkozások, tehát ugye általában a szülők ezeket a dolgokat preferálják, hát nyilván ez a két dolog, vagy híres zenész, vagy híres sportoló lesz belőle. Ugyanakkor meg nyilván van ilyen nyelvtanulás is, ami alapvető. Én azt gondolom, bár azzal kapcsolatban is van véleményem, ezt még később mindenképpen elmondom, de hogy szerinted mennyire jó az, hogyha ennyi idős korban mondjuk már, most az óvodásokat azokat hagyjuk, de mondjuk ilyen kisiskolás kortól kezdve az általános iskolás tananyagon kívül még a gyerekek tágítják a fejét valamivel. Hát most szerinted ez jó? Két dolog lehet a ti esetetekben. Egy, ti még szerettek a gyerekeitekkel lenni, mert ez a felmérés ez egyébként azt is kimutatja, és ez nagyon vicces, most tessék kapaszkodni, hogy azért járatják a szülők külön órára a gyereket, hogy addig nem kell vele foglalkozni. Képzeld el, 4-kor kijön a gyerek, ugye egyébként elmennél érte, és egy fölső tagozatos iskolásnak már mondhatod azt, hogy na szívike, akkor összeszeded a cuccodat 4-kor, átsétálsz 2 utcára, és akkor ott van a foglalkozásod, és csak 6-ra én megyek érted. Nyertél 2 órát. Igen. Ez benne van, ez az egyik, amire gondolok, hogy ti szeretitek a gyereket, és ezért nem rakjátok be, hanem vele ennek vagytok van inkább. Vagy a B, ugye, hogy az által, vagy a rólad kialakult képet tovább erősítsük, hogy ez pénzbe kerül, és Azt meg ugye nem, hogy már ezelőtt legyen egy csak talán egy valami alapítványi tért. Én ugye abban a helyzetben vagyok, hogy mind a két porony még óvodába jár, ráadásul nekünk egy nagyon cuki, nagyon tündér, nagyon jó óvodánk van, 13. kerület, mielőtt bárki bármilyen komoly dologra gondol, ez egy önkormányzati óvoda, tehát nem magánovi, és az óvodán belül oldják meg az összes olyan külön órát, ahova például te szeretnéd járatni a gyereket. Jár a Panna Angel Dance-re. Ja, bocsánat. Körülbelül ugyanaz, Angel Dance, igen, tehát ami... Tehát ugyanaz, mint a virág. Körülbelül az Angel Dance az, hogy táncolnak. Kérlek szépen, nagyon aranyos kis tűzszoknyát kellett vételeznünk, meg egy ilyen kis dresszt, és akkor van koreográfia, már előadás is volt, amit ők tartottak. Na jó, ez mondjuk cuki. Hát azért, mert nyilván, hogy... De valamelyik óvónéni tartja? Nem, van egy külön... Vagy konyhás néni. Nem, külön oktató. És akkor most ami maradék van, azt megesszük. Ezt úgy hívják, hogy Angel Dance. És a Soma meg jár Devil Dance-re? Ő meg Devil Dance-re, nem, Soma tornára jár, ő még ugye kis csoportos, náluk csak ez van, a torna, de a Pannánál már van olyan példa, hogy hétfőként őket viszik korizni. De ez is benne van az óvodai foglalkoztatásban, és amikor már nem lesz jég, akkor meg úszni járnak. Uh-huh. És na, úszásoktatás például nálunk is van most hetente egyszer, de az sem ilyen külön óra. Hanem a sulin belül. Így van, sulin belül lehet ezt választani. Szóval én ezt nagyon komolyan mondtam, hogy a szülők nagy többsége szerintem azért választja a külön órát. Bele lehet pattintani a gyereket. Nyilván nagyon sok dolga van mindenkinek, el kell menni a melóba, még van, amit el kell intézni, ja Istenem, postára megyek, ja Istenem, ide megyek, és akkor mondjuk heti 2 alkalom, vagy heti 3 akár, mert nagyon sokan 3-ra is járatják a gyereket, még van plusz 2 órád, ami a tiéd, és a párodé, addig a gyerek meg viszonylag tudod, hogy jó helyen van, tehát, hogy valami olyan dolgot tanul, gyakorol, ami majd hasznára lesz az életben, amit mondtál is, hogy sokan sportoltatnak, meg sokan a zenét nyomják. Igen. Én nem vagyok híve a dolognak, tehát hogy szerintem legyen gyerek a gyerek, játszon, nagyon sokat játszon, az marha fontos, meg legyen a szüleivel. Figyelj, én most 5-től vettem észre a lányomnál, hogy irgalmatlan nagy terhelést kapnak bent. Aha. Az általános iskolában hihetetlen nagy az a tananyag, amit el kell sajátítani. Csak a példa kedvéért mondom, hogy például történelemből most már konkrétan a 6-os anyaggal kezdenek el foglalkozni, 5-ös korban. Na így van, mert hogy olyan tempót diktálnak a pedagógusoknak föntről,
hogy egyszerűen kénytelenek hatalmas ugrásokban haladni az anyagban, hogy évvégére egyszerűen a gyerekek el tudják sajátítani, ha el tudják sajátítani, mert szerintem egyébként ez az idő kevés. És szóval lényeg, hogy azt veszem észre, hogy nem is nagyon lenne rá energiája, még ha van rá igénye is, mert nála egyébként az igény az hál' Istennek fennáll, mert mondjuk rajzolni nagyon szeret, megmondom az állatokat nagyon szereti. Nem. Tehát, hogy tessék? De ez tud otthon. Hát lovagolni nem tud otthon. Azt nem, de rajzolni tud, meg az állatokat szereti. Azt csak otthon nézi a macskát, meg a kutyát. Van egy kis pótmatek, amikor átlen. Van neki, arra neki szüksége van. Arra vonatkozólag szeretnék látni egy felmérést, hogy azok az emberek, akik gyerekkorukban nagyon sok külön órára jártak, azok kimagasló teljesítményt tudnak-e nyújtani később. Igen. Mert én még ilyet nem láttam, hogy az van, hogy mit tudom én, a jegybank elnöke, egy fiatal gyerekkorától a pénzügyi ismeretekkel ismerkedett. Az egykori kezdő zongoraművész, illetve lovaglóbajnak. Érted? Aerobik oktató. Hogy én azért nem hiszek benne, mert hogy azokat az alapokat egyébként te meg tudod adni otthon, ha figyelsz a gyerekre és ha foglalkozol vele. Nyilván, ha egy matek zsenit találsz a gyerekedben, valahogy lenyelte, vagy nem tudom, reinkarnálódott, mert én ebben sem hiszek, hogy van zseni gyerek, illetve abban hiszek, hogy van zseni gyerek, de hogy... Ja, de az is egyébként hogy derül ki, hogy a izébe, hogy a spárba állandóan kijavítja a pénztáros nénit, vagy tehát, hogy hol derül ki az egyébként egy óvodáskorú gyereknél, vagy egy kisiskolásnál, hogy jó, mondjuk a kisiskolásnál még csak kiderül, mert hogy ugye ott azért a matek órákon már lehet villantani, de hogy óvodásnál hol derül ki? Sehol. Hogy ráteszel még mondjuk akkor matek zseni gyerekre külön órákat, és az majd később lesz, ugye ott az a magyar a fiú, akit egyszer meg is megpróbáltunk elérni. Száz Marci? A Száz Marci, hogy ő köszöni szépen, ő behány ettől, hogy ő csoda gyerek, az ő életét, nem azt mondom, hogy tönkretette ez, hogy ő csoda gyerek, de hogy ő nem örült ennek a dolognak. Hogy a gyerekeknél ez a fajta presszió, hogy még azt csináld, mert te majd nagyon jó leszel abból, az nem biztos, hogy bejön. Én egyébként az óvodai nyelvtanulással vagyok még így, mert ott azt érzem, hogy picit nyilván most sarkítok, de hogy még magyarul sem beszél rendesen a gyerek, akkor meg még tanulja meg angolul. Ráadásul, amikor bekerül ugye az iskolába, akkor simán előfordulhat az, hogy mondjuk ő már előrébb jár a tananyagban, mint a többiek, akik akkor kezdenek el angolul foglalkozni, és akkor mit csinálom, malmozik az órán, amíg utol nem érik a többiek. Aha, de ez ugyanez megvan matekból is. Képzeld el, aki külön órára jár mondjuk matekból, mert zseni, tehát hogy a benti tananyagot már tudja, és őt a szülei arra késztetik, hogy még többet tudjon, ő mit fog csinálni a holnapi matek órán? Halálba fogja unni magát, elkezd majd rosszalkodni, elkezd majd valami mással foglalkozni, és akkor csodálkoznak a szülők, hogy miért rossz a gyerek az iskolában. Hát szerintem például ezért, mert hogy nagyon-nagyon előre van. Ha valami kiugró tehetség, vagy esetleg olyan dologban tudod külön órára járatni a gyerekedet, amiből jó a sok, tehát például, ha valakiben a zenei véna megvan, abba ugye kell gyakorolni. Tehát ott egyetértek veled, de... Amikor észreveszed, hogy állod, eltűnik a fürdőszobából, a nyeles fésűd meg a sejje papír a konyhából, és az Szóval érdekes a dolog. Én a mondó vagyok, hogy egy gyerek legyen gyerek, és játszon nagyon sokat, mert hogy az fogja őt aztán később. Tehát ott tanulsz meg egy csomó formulát például, ami később az életben jó lesz. Tehát a harcokat a gyerekek között. Én azt sem szeretem, hogyha az ilyen harcok közben nagyon leállítják a szülők. Hogy ezt meg kell tanulni, hogy van hierarchia, van sorrend, hogy igenis próbálják meg ők maguk között. Tehát amikor már két gyerek a haját tépi egymásnak, akkor nyilván közéjük állsz, de hogy egy csomó olyan konfliktus van, amit meg kell tanulnia kezelni neki. Nem az anyunak, meg nem az apunak kell oda menni megoldani, hanem hogy oldják meg ők. És szerintem, hogyha ilyeneket tanulnak, az mondjuk a, ebből a szempontból az viszont a jó, hogyha járhatod valami külön küzdősportra. Az mondjuk igaz. Hát nálunk Pannánál nincs ilyen helyzet, egy szolid tízesen. Jó, hát mondjuk ott egy igen, ráadásul iszonyatos mozgáskultúrája van az Angel Dance-nek köszönhetően. A pörgőkörrugást, amit piruettnek álcáznak, az már nagyon-nagyon tudja. Figyelj, és azért van egy másik szempont is, amit szerintem figyelembe kell vennünk, és ez egy érdekes felvetés szerintem, hogy általánosságban mondjuk ilyen 1500 és 4000 forint között vannak óránként ezek a külön órák. 1500 és 4000 között. Tehát, hogy, hát nem hát tudom. Hát egy komplettet, de most ezt, hogy mindig szokták mondani. Tehát 4000 forint. Ez szerinted azt vonza maga után, hogy egy idő után így le fognak szakadni egymástól a különböző társadalmi rétegek, mert hogy aki meg tudja fizetni, annak igen, majd okos lesz, és komoly karriert tud csinálni a gyereke, annak, akinek meg nincsen elég pénze arra, hogy külön órákra járassa a gyereket, annak pedig majd le fog szakadni, és akkor majd ők kerülnek a szalag mellé. Vagy ez hogy fog kinézni? Oh.
Ezt én nem is rágtam át, de egyébként tényleg érdekes kérdés. Tehát ha az működik, amiről most azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy működik-e, hogy a külön órára járó gyerek az sikeres lesz majd. Ha az működik, akkor az van, amit te mondtál, hogy akinek van pénze külön órára járatni a gyerekét, annak lesz sikeres profi a gyereke, a többi meg megy a szalag mellé. És ez mondjuk egy szörnyű kép, mert egyébként abban az emberanyagban is vannak nagyon sőt, hát minden gyerek értékes, de hogy biztos abban is vannak kiugró tehetségek, csak esetleg ott a szülők nem tudják megfizetni. De én még egyszer mondom, én abban hiszek, hogy a játék a szülővel a sokkal többet jelent, mint mondjuk a 8. külön óra egy héten. De megkérdezünk erről egy hozzáértő embert, Majsai László pszichopedagógus. Szia, Laci! Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Ez a pszichopedagógus, ez milyen jól hangzik, én meg nem is hallottam ezt a kifejezést, kicsit olyan, mint egy ilyen Z-kategóriás horrorfilmnek a címe. A pszichopedagógus. Ott a pszicho más, szerintem. Pedig zseniális szakma, csodálatos szakma, és én nagyon szeretem. Hát most már gyakorlatilag állandó szakértője vagy a műsornak, arról kezdtünk el beszélgetni, mi köszönjük neked, hogy rendelkezésünkre állsz, hogy jó-e, ha a gyerek mondjuk általános iskolában, vagy akár még korább, hogyha az én két rossz életümet nézem, hogy az óvodai vagy az iskolai elfoglaltságok után még különböző helyre betuszkoljuk a gyereket. Mit mond erről a szakma? Kell, nem kell, mennyi kell? Nagyon nehéz utánatok megszólalni, hallgatok benneteket, hiszen hihetetlen szakértő módon elemeztitek itt a kérdést. Laci, köszönjük szépen meg! Köszönjük, komolyan mondom, úgyhogy jó volt veletek, ma reggel szervatok. Na, neked is szépen. A lényeg az egészben az, hogy azért ez egy nagyon sok tényezős dolog. Alapvetően azzal értek egyet, tehát szerintem, amikor úgy fogalmaztál, hogy a gyerek legyen gyerek. Ezt gondolom, hogy amit nem szabad elvennünk a gyerektől, az a gyerekkora, és a gyerekkora teljes tökéletességgel, és mindenfajta nyűgével, nyilaival és csodálatosságával együtt. Ugyanakkor az utóbbi hónapokban, ilyen heti kettő átlagban, óvodákba járok ilyen szülői estekre, az iskolai érettségről és az iskolába kerülésről beszélgetni a szülőkkel, és itt ennek a kalásnak egy elég kövér mazsolája mindig az, hogy mit csináljon a gyerek még az iskolai délelőtti foglalkozásokon kívül délutánonként. Tehát elég sokat kell erről a dolgról beszélni, és borzasztóan fontosnak tartom. És rögtön meg kell jegyezzem, ugye, hogy itt két oldala van ennek az éremnek, az egyik oldalán van egy csibészkölyök, akinek az egyik szeme sír a másik nevet. A másik oldalán egy kartaton apuka néz bambán ki a fejéből a távolba, és nagyon el van keseredve. És már új definíciókat találtunk ki arra, hogy van ilyen, hogy beiskoláztatási depresszió, vagy preiskolai sok a szülőknél, egy kicsit túl lihegve ezt a dolgot, mert nagyobb hangsúlyt fektetünk erre a dologra, mint a gyerekeknek kellene. De most nézzük komolyan a dolgot. Három tényező biztosan van akkor, amikor a délutáni foglalkozásokról beszélünk, és azért erről érintőlegesen nagyon sokat elmondhatok már. Hát az egyik tényező az legyen az úgynevezett ki nem élt gyermekkori vágyak a szülő részéről, a következő a családi büdzsé, és akkor legyen a harmadik a logisztika. Egy kicsit hát fordítsunk már, aki nem élt, az, hogy én mondjuk nem járhattam annak idején jazzbalettre, ezért most a gyereket járhatom. A gyerekem járat. Így van, így van. Vagy jó, de ennek nagyon komoly haszna is volt, mert én azt gondolom, hogy a jazzbalett szakma, hogyha létezik ki, ezért igen, picit jól van ennek. Gondolj abba bele, hogy egy olyan apuka szeretné hegedülni, tanítani a gyerekét, akiről gyerekkorában kiderült, hogy kis Yehudi Menuhin akart lenni, hogy a füle mondjuk egy gyógyászati segédeszköznek lett volna megfelelő. Tehát ennyi mondjuk a mi szülői kiéletlen vágyainkról. Ne csináljuk ezt semmiféleképpen, igen? Meg ugye a manöken komplexusos anyukák, tehát ugye a legnagyobb klasszikusok, ugye, akik a hatodik szakad belőle, akkor is top modell lesz, vagy hipermodell meg. És 20 kiló, bár én 80 kiló vagyok, és elfelejtem, hogy a genetika erősen működik. Igen. Na, a második? Jön a családi büdzsé dolog, amikor, hát az is egy nagyon izgalmas dolog, amikor azon tanakodik az én gyermekem, hogy a nyári időszakot a kájtal szeretni tölteni, a télit meg mondjuk a jégvitorlázással, és mondjuk a családi büdzsé engedélyez egy fecskét, egy úszószemüveggel és egy kínai szoftot, mondjuk egy doboz neonzöld pingponglabdával, tehát azért ez is egy fontos dolog. És nagyon fontos dolog, hogy ezt a gyerekemmel tudatni kell, és lehet mindenféle korban, még egy ilyen picike korban is, hogy igenis létezik családi büdzsé, és ez mettől meddig tart. És a harmadik dolog az a logisztika, mert most gondolja bele, hogy mondjuk Nyírbátorban a gyerekem golfozni szeretné, és a legközelebbi golfpálya mondjuk Dunakeszin van, vagy Gödöm, vagy esetleg az ő szenvedélye, hogy a kékbálnak
vonulását fotózza, és ugye a startpont 2000 kilométerre van innen, a végpont 8, és aztán közben a bána elég keveset van fönt a víz fölött, tehát sokat kell bolyongani a vízen. Tehát azért ez a három tényező, ez borzasztóan fontosan megjelenik. Figyelj, vannak olyan, bocsánat, hogy szabadba vágok, vannak olyan árulkodó jelek, amikor mondjuk már a gyerek is valamilyen közvetett formában jelzi azt, hogy neki egy picit sok, mert mondjuk mit tudom, a lányomnál ezek egyértelmű dolgok, például meglátja a ráró felnyőg, de hogy neki már sok, de hogy egyébként a gyerek ezt így valahogy jelzi, ha nem direkt hogy módon, hogy romlik a tanulmányi eredménye, stb. Jelzi, többféle módon jelzi. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejtenünk, és ugye az ére másik oldal, mert a gyerek mégiscsak fontosabb, mint a saját hülyeségeink. Tehát a gyerek nagyon sok mindenért hajlandó, nagyon erőn felül teljesíteni. Az egyik az, mert borzasztóan szeret minket, és még a mi hülye gyerekkori vágyainkat is megvalósítja azért, mert szeret minket. A másik pedig az, hogy az érdeklődési köre és a rugalmasság ebben a korban még óriási, és abból a szempontból először nagyon nehezen tudja fölmérni, hogy mit bír. Ugyanakkor látod rajta, tehát egész egyszerűen a fáradtságán is látszik, aha, és nagyon sok gyerek szóban is megfogalmazza már, hogy nem szeretnék a hegedű óráról a fuvolára menni, mert most már apa egy kicsikét talán hazamennék legózni, mert hogy az is nagyon fontos. És akkor visszatérünk az alapvető kérdésetekhez, ami tényleg nagyon fontos, tehát én azt gondolom, hogy például az iskola kezdésnél egy gyermeknek 6 éves kora körül. A legfontosabb dolog a délutáni elfoglaltságok közül a mozgás. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy merénylet, hogyha nem biztosítom a gyerek, vagy nem verem ki belőle azt, hogy valamilyen sportot, valamilyen mozgást csináljon a tanuláson kívül. Ezen felül pedig tényleg annyit csináljon csak, amennyi örömet, és ez itt a lényeg és a legfontosabb dolog. Csak olyan dolgot csináljon a gyerekem, ami örömet szerez neki, azért, mert csak azt hasznosítja, csak abból tanul, lélektanilag is, és a kis gondolkodása és agya is abból tanul ebben a korban még, de szerintem később is, ami az ő számára örömet jelent és sikerélményt. És ez mind játék egyébként. És általában ezek játékok, illetve játékos formában megjelenő egyébfajta információ átadás. Tehát akkor, igen, ahogy mondod. Bocsánat, hogy csak hogy megismétlem, amit mondasz, csak hogy egy kicsit hangsúlyosabb is legyen a dolog, azt mondod, hogyha mondjuk egy általános iskolában a gyerek 6-8 órában mondjuk szellemi munkát végez, hétköznap, mondjuk hétfőtől péntekig, akkor elsősorban te mondjuk valamilyen mozgásos külön órát javasolnál. Nagyon így gondolom, nagyon erősen így gondolom. Van még egy felvetés ezzel kapcsolatban, amit lehet, hogy hallottál, és akkor itt most már a gyerekekről egy picit áttérnénk a szülőkre néhány mondat erejéig, hogy benne van-e az a szülőben szerinted, hogy amíg a gyerek délután 4-kor végez, és még átmegy egy külön órára este 6-ig, addig én szabad vagyok. Figyelj, de én azt gondolom, hogy kár lenne álszemérmesnek lenni, és azt mondani, hogy nem. Ne legyél, de Isten. Ez nem is vagyok. Én azt gondolom, hogy benne van. Benne van mindenféleképpen, és ez pontosan az, és sokszor nem is árt mondjuk egy házasságnak sem. Most ez csak egy zárójas megjegyzés volt, egy párkapcsolatnak sem, hogy akár a hétköznapokban, 2 órában együtt tologatjuk anyával a kocsit a valamilyen betűs áruházban, azért, hogy megosztassuk egymással azokat a dolgokat, amiket nagyon fontosnak tartunk, és esetleg, ha már családilag vagyunk otthon, akkor annyi minden más téma merül fel, és remélhetőleg a gyermekünk napjával kapcsolatban, hogy erre nem marad idő, és mire intim közelségbe kerülünk, addigra már csak fordulunk a kispárna felé. Úgyhogy én ezt gondolom. Azt is gondolom, hogy ebben sok helyütt van olyan szülői magatartás is, amivel nem értek egyet, amikor tényleg a szónak a pejoratív értelmében a passzolásról van szó. Ebben is igazad van. És nem gondolom, hogy ez nincsen így. Sikeresebb lesz-e az a gyerek, aki sok külön órára járt? Van erre felmérés? Felmérésről nem tudok. Egy dolgot viszont a saját lassan egy százados tapasztalatomból tudok, hogy én nem találok ebben a dologban párhuzamot, kizárólag azokban az esetekben, hogyha a gyermek olyan kiváló szakemberrel, edzővel vagy művésszel találkozik, aki valóban tehetséget ismer föl, és aki ezt a tehetséget úgy erősíti meg a gyerekben, hogy ő azt szeresse. Tehát hiába zseniálisan tehetséges lenne a gyerekem hegedűben, hogyha megőrül a hegedű óráktól. Tehát ez a két dolog párhuzamosan van, és egy nagyon jó szakember ezt észreveszi, és szól nekem, vagy én észreveszem, mint szülő. Meg tudom erősíteni a gyermekben azt, hogy ez a dolog tényleg egy nagyon klassz dolog, és hogy ezt elkezdi élvezni, az előfordulhat, hogy az ő életének kiteljesedésében ez egy nagyon fontos dolog lesz. De nem találtam még olyan párhuzamot, hogy az agyon segített és agyon délutáni rá
tornázott rá, tanult gyerek, sokkal sikeresebb felnőtt. Ebben is tudunk volt. Igen. Sőt, azt gondolom, hogy pontosan azoktól a dolgoktól veszi el a lehetőséget sokszor a túlzott délutáni elfoglaltság, ami az ön és én érvényesítésnek az egyik legfontosabb képessége a felnőtt korban, és ami a társas együttlétnek, tehát a közösségben való mozgásnak a lényege, mert a sport zseniális dolog ebből a szempontból is, hiszen azért, hogyha nem valami individuális sportra viszem a gyerekemet, és kiskorban én azt gondolom, hogy nem is nagyon arra kell, hanem olyanra, hogy csapatjáték, vagy ahol sokan vannak együtt, akkor tökéletesen meg tudom egy közösségben mozogni, kommunikálni, a saját érdekét, a képességét szerint érvényesíteni. És ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, míg ha ettől elzárom valamivel, vagy a sors elzárja őt, akkor sok-sok nehézsége lesz később. Köszönjük az embernek, aki megint nem vett levegőt, és okosakat mondott, hogy a műsor rendelkezésére. Igyekszem, uraim, és én is fejlesztem magam délutánonként ehhez a fizikai teljesítményt. Majsai László, köszönjük szépen. Várjuk az SMS-eket, rengetegen megosztották már a véleményüket velünk, de jöhet még, például arra vagyunk kíváncsiak, hogy van-e valakiben tüske a szülője iránt, tehát hogy most már 18-20 éves, és csak azért... Hogy állandóan járat, állandóan beiratták, hogy hegedült, hogy lovagolt, hogy jazzballettezett, és ennek elére ebből gyakorlatilag a felnőtt korára nem maradt meg senki, és természetesen várjuk azoknak a háttérbe szorított gyerekeknek, illetve a gyerekek szüleinek a visszajelzéseit is, akik egy másfél órán keresztül folyamatosan szólozni akaró kislánt az Angel Dance csoportban. Virág, írjál, légy szíves, virág, te jössz, 0-76-45-00-00. Egy perc elmúlt 3-4-8, jó reggel. Szevasztok, János felvetésére arról kezdtünk el beszélgetni, hogy kell-e a külön óra még az iskola, illetve az óvoda után, mennyi kell, hogyha kell, jobb, szebb, ügyesebb, tehetségesebb felnőttkorú válik-e a gyerekből, hogyha ilyen külön órákra jár. Hívtunk egy segítséget is Majsai László személyében, aki elmondta, hogy okosan, normálisan meg kell találni a középutat benne. Tehát, hogy túl sokat... Nagyon fontos számomra ez a dolog, tehát, hogy nyilván én is gyakorló szülő vagyok, és akármennyire is mondjuk korábban voltak arra utaló jelek, nem feltétlenül a mi részünkről, hogy én nem nagyon foglalkozom a gyerekkel, vagy nem törődöm vele, de igenis törődöm vele, éppen eleget, csak tudnom kell, hogy mikor elég. Tehát, hogy mikor van az, hogy mondjuk ő egy picit már az ők is minitini agyával megpróbál engem kijátszani, vagy lebeszélni arról, hogy ő külön foglalkozzon dolgokkal, vagy mikor van az, amikor ténylegesen elég neki, meg sok neki. Meg az is érdekes, hogy mikor van szüksége rád igazából, igen, hogy gyere apa, csináljuk, még menjünk errefelé, valamit tanuljunk meg együtt. Meg mi az, amit igazán akar, és mondjuk nem a társaság vagy a közösség kedvéért akar, hanem azért, mert ténylegesen örömét lelé benne, meg mi az, amiben csak én vizionálom bele, hogy örömet szerez neki. Meddig szabad erőltetni, és mikor kell azt mondani, hogy köszi, nem elég, mert ez a dolog, ez már inkább rólam szól, és nem pedig róla. Azt gondolom, hogy ha szülőként odafigyelsz a gyerekre, akkor te ezt észreveszed. Ugye? Amikor már elég. Na, itt van velünk Andi, aki a másik oldalt képviseli egy picit. Szia, Andi! Sziasztok! Neked egy 14 meg 16 éves fiad van. Hú, és ott már jó vagyok. Igen. Na most ez érdekes kérdés, mert két fiúnak meg szerintem igenis szüksége van a sok mozgásra. Érted? Főleg, ha picit rossz csontok. Rendesek a gyerekek, Andi, vagy összekacsinthatunk, hogy picit rossz csontok? Minden az két oldal benne van a történetben. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül inkább a rendes kategória, soha senkire nem cserélném le őket. Hát az... meglepődtünk volna az elekezét. Igen, nem tudom. Nem, a környezetemben lévőkhöz összehasonlítva is mindig megbeszéljük a férjemmel, hogy ez így jó, ahogy, bár vannak benne persze negatív dolgok is. Alapvetően nem mondom azt, hogy teljesen a másik oldalon vagyok. Én is küzdök magammal a kis harcaimat, hogy mi a jó megoldás, és mikor döntünk helyesen. Most mennyit járnak hetente, és hová? Háromszor, mind a kettő, az egyik kézilabdázik, a másik pedig birkózott, majd idővel azt döntötte ő maga. Ő maga kezdte el is, és ő maga mondta azt, hogy köszöni most már nem, és most már fotballozni szeretnék. Tehát alapvetően ez sport tevékenységekről van szó. Mind a kettő így van. De figyelj szívem, hát azért ez nem sok. Mert mi itt arról beszélünk, hogy mondjuk a Gergő fiad hétfőn elment kézilabdázni, aztán még beugrott egy énekkarba, ahol ő a nem tudom milyen szólam, majd kedden a kézilabda után még elment. Tehát én azt gondolom, hogy jó, a heti hármon lehet vitatkozni, de ez sport
ami a fiúknak meg egyenesen szükséges, nem? Nem sok, de ha még azt hozzáteszem, hogy mind a kettő egy másik kerület iskolájába jár, és egy harmadik kerület helyére jár sportolni, időben rengeteg. Nekünk mind untalan vinnénk kellett őket, mert az iskolába, ahol ahova jártak, ott nem volt lehetőség azon a színvonalon, amin nagyon már kiderült, hogy mondjuk túlnőttek. Harmadrészt pedig ne felejtsük el azt, hogy aki már egy icipicit is többet sportol, annak hétvégén mindig meccsek vannak. Igen, igen. Ezek a meccsek nem délelőttönként vannak esetek nagy többségében, és nem Budapesten vannak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kicsit logisztika, meg lepasszoljuk, meg nem figyelünk oda, akkor azért én mindenképp megvédeném a Mundér becsületét, hogy amennyit mi mentünk a gyerekekkel, vittük őket, mikor még kisebbek voltak, és nem tudtak önállóan közlekedni. Ez egy iszonyú nagy logisztika volt, de nem az a része, hogy lepasszolom és elmegyek valahova, hanem hogy elviszem, vele megyek, ott vagyok, és azért azt is meg szeretném említeni, hogy borzasztó jó kapcsolat van az édesapjukkal emiatt, mert ugye a sportot mindig ki lehet vesézni, azon keresztül nagyon jól nevelni is lehet. Tehát nem, hogy eltávolodnátok egymásról, hanem a sport még a külön óra még közelebb is hozzá egymáshoz a családot. Andi, az egyéb tanulmányi eredmények milyenek? Nagyon jók, mind a ketten gimnazisták, és én azt gondolom, hogy az az idő, amit erre rászántak, az mind elősegített őket abban, hogy jobban beosztják az idejüket, odafigyeljenek, ugye azáltal, hogy sportolnak, sokkal inkább könnyebben tanulnak, szívesebben mennek mármilyen más eseményekre, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat adott nekik. Még a pici lányom 8 éves most kezdte az iskolát, önnál a bajba vagyok, hogy elkezdjük-e vagy nem ezeket a fajta dolgokat. Nála azt látjuk, hogy ő még nem alkalmas erre, hogy ilyen szintű dolgokat belemenjen. Majd adja az magát egyébként, azt úgyis szülőként te látni fogod. Andi, nagyon köszönjük neked, és akkor sok sikert a csibészekhez. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, szia, szép napot. Na hát, ha már csibészek, akkor van itt velünk egy fiatal ember, akinek ebből három férfi emberrel osztja meg a saját háztartását, plusz egy fő gyönyörű, elragadó feleséggel. Zsidró Tomi! Jó reggelt! Sziasztok! Sziasztok. Most, hogy hajnali háromkor jött haza valahonnan, és még ilyen vagy már ilyen. Csak nem fodrász bemutató volt, Tomi. De, hát el. Hogy eltaláltál? Egy problémás frizura hajnali háromig vágtál? Hát nem, addig utaztam sajnos. És még mindig tart. Úgyhogy... Tamás, neked három fiú gyereked van. Ti mit csináltok velük az otthoni? Miben hisztek az otthoni? Sok játszás, a közös program, a kirándulás, vagy azt mondjátok ti is, szigorú szülőként, ezt rólad még nehéz elképzelni, a drágádról már inkább, hogy ő tartja a gyeplőt otthon ez ügyben, hogy menjenek külön órára, mert az fontos, az kell, és sikeres, jó gyerekek lesznek majd. Hát az az igazság, hogy nálunk az én fantasztikus feleségem egy ilyen logisztikai központot működtet. Most is éppen beindult ez a központ, úgyhogy elvitte a legkisebbet és a középső gyerekemet iskolába és óvodába. A nagyobbik gyerekem, ő egy kicsit tud lógni most. Igazán ők, a két nagyobbik az vízilabdáz, úgyhogy nekünk elindul ilyen reggel 7 órakor ez a központ, és egészen 9:30-10 tart. Este 9:30-ig? Ez így van. Tehát képzeljétek el, hogy nálunk van olyan, hogy a középsőnek van olyan külön órái, ahol ilyen korrepetálás és egyebek abszolválódnak, akkor például egész nap nem jön haza, hanem csak este 9-re ér haza, úgyhogy a feleségem viszi neki ilyen kis ételhordóba kaját, és az autóba eszi meg edzés előtt. Az mondjuk kemény. Az nagyon kemény. Neked szomorú gyermekkorod volt, Tomi? Te akartál vízilabdás lenni? Tehát azért tudod most a gyerekre? Megmondom őszintén, hogy a vízilabdát ők találták ki. Aha. Úgyhogy most már a nagyobbik olyan 4 éve vízilabdázik, a középső pedig 2. Hát még bírják a dolgot. Hát néha nagyon-nagyon nehéz. Uh-huh. Néha kivesznek ilyen kisebb napos szabadságokat, ilyen fáj a fejem, fáj a torkom című szabadságokat. Ezt ismerem. De hát itt szerintem ugye a feleség az a legnagyobb ász a dologban. Tehát, hogy egyszer például, amikor mi külföldre elutazunk, akkor
apósom vigyáz a gyerekekre, és bizony, képzeljétek el, hogy a feleségem órarendet ír a gyerekekre. Hát figyelj, ilyen logisztikát átadni. Figyelj csak, ti szólni fogtok, hogyha látjátok a gyereken, hogy ez már sok. Tehát mondod akár melyiknek, hogy mondjuk Dominiknek, hogy figyelj, papa, szerintem ezt most már nem kéne. Figyelj, fater, a lábujjaim között már úszóhártya van, léci. Hát természetesen, tehát ez a saját döntésük volt, tehát nem én tuszkoltam be a komjádéba őket, hogy menjetek és csapassátok. De várjál, ez hogy jött náluk? Tehát nyilván kicsik voltak, meg látták a Kársás Tomit az egyik Képzeljétek el, hogy a Dudi bácsi bement az iskolába, és azt elkiáltotta magát, hogy aki magyar vízilabdázik. Aki magyar vízilabdázik. Képzeljétek el. Na, hát kicsit leszünk kitette akkor a lehetőségek tárázat. Hazajött a gyerek, és addig úszott, és azt mondta, hogy apa, én magyar gyerek vagyok, vízilabdázni akarok. Hát mondom, ugye persze, természetesen. Na. És akkor elkezdett járni, aztán... Milyen szerencsés vagy, hogy nem a Vásári André Mendben is kiáltott el magát. Aki magyar szoprán lesz, gyertek velem, énekeljünk mind! Hát az is jó, figyelj, ott is tehetség van, ott is tudás van. Tomi, nagyon köszönjük, hogy kibírtad idáig, és nem dőltél le aludni az éjszakai utazás után. Hát figyelj, sok sikert a három rossz életőhöz, hajrá! Köszönöm mindenkinek, sziasztok! Sütő Tamás, köszönjük szépen, szevasztani! Na, ez például egy tökéletes példa volt. Hogy ott a gyerekek akarják. Tamáséknál így van, és akkor amíg látod rajta szülőként, hogy minden rendben, meg mindent elbír, addig szerintem támogassa mindenki a gyerekét ebben a dologban. Mondjuk a szellemi foglalkozásokról viszonylag kevés szó volt, vagy legalábbis olyan viszonylag kevés olyan SMS jött, meg nem is beszéltünk olyan, aki mondjuk azt mondja, hogy az iskolai órákon kívül mondjuk járatja valamilyen nem sporttevékenységre a gyerekét, de szerintem a sport mindenkinél bejön. Sport meg a zene, ez a kettő. Sziasztok, 6 évig kellett klarinéznom, aztán megszöktem. Anyám, hogy jobb legyen a mozgásom, ritmikus sport gimnasztikára iratott be. Első órán dezertáltam, de nem neheztelek rá. Aláírás, figyelj, ritmikus sport gimnasztika, Gergely. Ja. Abba hagytam a hegedűt, mert utáltam a tanárt, ezért a 10. születésnapomra nem kaptam ajándékot. Krisztában is van egy kis izé, egy kis tüske, ugye? Jól érzem. És volt még egy nagyon-nagyon jó SMS, aki ugye azt írja, hogy nem elég neki az, hogy a szemüveg miatt verték állandóan a többiek, apámik még hegedülni is beirattak. Oh. Szegény, neki is kicsit terhelt a gyerek. A kettőt egyszerre nem lehet, az a baj. Tehát, hogy jó, mondjuk vannak olyan... Ne, hát hogy vannak olyan zenei tevékenység, vagy zenei oktatás, vagy zenefajta, ami mondjuk fizikálisan is fejleszt. Gondoljunk csak például a fuvolázásnak a fura harántartására. De hogy egyébként a kettőt nagyon nehéz összeegeszteni egymással. Vagy ha zongorázni jársz, és te viszed a hangszert is. Az is marha nehéz, a bejárós vagy vele. 3 perc múlva lesz 8 óra, rányítunk Óven bácsér és Berunén. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunén. A párafarm csalogányai. Judit, jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Van benne tüske a gyerekkorod miatt, a szülők iránt? Mert most elmondhatod. Hát igazából annyira nincs, csak sok volt. Sok volt. Miket kellett csinálnod? Igazából úsztam, lovagoltam, zongoráztam, csellóztam, és minden szavaló versenyen ott voltam. De hogy miért? Na Juditka, mennyi, megnyered ezt, ilyen, csináljuk. Ilyen sok megvalósítatlan álma volt a szüleidnek? Édesanyám azt szerette volna, hogy a zongora tanárnő leszek. Aha. A cselózást én akartam, de azt utána abba hagytam, mert rájöttem, hogy 2 főtárgy nagyon nehéz a zeneiskolában, mindez mellett, hogy ugye heti 4-szer úsztam, hétvégén lovagoltam, és akkor még közben jött, hogy mivel magas vagyok, akkor menjek el kosárlabdázni, az csak egy fél évig volt, mert azt mondta, hogy na jó van, az már tényleg nem fér bele, mert nem volt időm tanulni. A szavaló versenyre pedig tanulni kellett. Hát igen, oda nem. Ezért kell 2 dolgot választani, az egyik a 10 próbázás, a másik pedig a karmesterkedés, és akkor egy picit minden hangszerhez ért az ember, és egyébként meg annyi sportággal foglalkozol egyszer, hogy így van. Amennyi belefér. Judit, mutatjuk, hogy mit csinálnak a kisöregék.
úszik valamelyik. Így van. Úszik valamelyik. Most viszi ki Beruni Tóben bácsi egy zsákba barvató közepére. Egy rádortozott salakton. Akkor nyilván Óven bácsi fog énekelni, hogyha Beru néni zsákban van. Na, 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 na. Ja. Aha, Jézusom. Judit, ne kérdezz bennünket, fogalmunk nincs, mert Zsül információ irigy nem árult el, hogy mit. Ezt még egyszer meghallgathatnám? Szerintem is. Na, 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 na. Ez magyar? Nem. Nem vagy magyar. Külföldi. No. Akkor szerintem egy hosszabb. Mutatunk egy hosszabbat, kiugrott belőle egy... a sapka, most már úgyse kell, plusz 5 fokok vannak reggel. Na 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 na. Saját magára énekel rá. Figyelj, ez a távol lévő műsorvezető társunk egyik nagy kedvence. A retrónabban biztos, hogy benne lesz. Mire gondolsz, Judit, körülbelül? Konkrétan. Konkrétan nem jut eszembe, pedig annyira ismerő. Na, megmutatjuk neked. Sajnos nem. Pedig igen, ez volt, bennem is nem mondtam. Hát, Judit. Pedig még saját magára is ráénekelt Óven bácsi, nagyon jól sikerült ez a duett egyedül. Nem is tudom a Petit, hogy ezt hogy gondoltam. Igen. Pedig aki tudja a dalnak a címét, az már tudja a szövegét is. Igen, de nem volt, de mondom, ez mégse lehet az, de... De pedig az volt. Judit, sajnálom. Köszönjük szépen neked. Szia. Szép napon. Én is köszönöm. Sziasztok. Pontosan 8 óra van, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Mi is Jókuti Andrissal, Andrással, bocsánat, nem vagyunk mi olyanban, még megharagszik a haja, a Világevő című blog szerzőjével, egy világutazó fiú, aki szerintem nagyon jó szakmát választott magának, enni jár. Érted, ennyi, és ezzel el van, és hoz nekünk umamit, mert mi kíváncsiak vagyunk, hogy mi az az umamit. Ez az új íz, amit kitaláltak a japánok maguknak, ugye? Mert hát nem új, náluk ugye ez már nem új, ez az umami, ez a bizonyos 5. íz. Kértük Andrást, hogy hozzon nekünk, mert mi umamit akarunk ma reggelizni. Legyen az bármi is. Jó? Úgyhogy a hírek után jövünk vissza. 1 perc múlva lesz 8:45. Jó reggelt, szevasztok, János és Ferenc a fedélzeten. A főnök elment külföldi országba, hadd pihenjen, ugye a televíziós forgatása is volt, egyébként a jövét hétfőn már láthatjátok is. Igen, fel is fogjuk egyébként hívni, megkérdezzük, hogy... Hát, mert mondta, hogy hívjuk fel, persze, hogy ja, tényleg. Emlékszel? Igen, ilyen spontán módon. Igen, fiúk, mi lenne, hogyha hét... Szerintem hívjatok fel, mondtuk, hogy főnök, hát, ahogy gondolod. Persze, hát, hogyha már ennyire akarjuk, akkor felhívunk. Persze, hogy nekünk is már pont eszünkbe jutott, hogy addigra nagyon fogsz lenne, hiányozni, és akkor, hogy így rácsörögnénk, de nem azért, hogy milyen kín, meg jól érzitek-e magatokat, hanem, hogy megkérdezik, Bali, nem indul ma az új tévé műsorod? Véletlenül esetleg, ja. Valahol. Úgyhogy majd erről fogunk jövő hétfőn beszélgetni a főnökkel, de szerdán már itt van, tehát jövő hét szerdán, úgyhogy akkor ismétesen teljes lesz a csapat. Dabasi lehajtanál költségfoltozás folyik Szeged felé, 130 a limit, ezt Funky írja nekünk. Tehát Trafipax, vélhetőleg Budakeszi úton jó a forgalom, de a BKV busz arra szól, Kakaó Gangster, M5 Szeged felé 43-as kilométer Dabasi lehajtó Trafi, Csétől kaptuk Veszprém, Géza háza 82-es Tejköd, 60 méter a látótávolság, ez Goldman írta nekünk. Budapesten a Nyugatinál erősödik a forgalom, fátyol felhős az ég, 8 fok van, anyám szerint a tavasz lerúgta a télvesélyét, Csumi Erik. Köszönjük szépen, Erik, meg köszönjük szépen a mamának is, és nagyon szépen köszönöm ezeket a folyamatos érkező ajánlásokat, amikben mindenféle cukrászdákat, a mindenféle az természetesen nem minőségi jelző, szóval cukrászdákat ajánlatok nekem, így van, sokat, és hát igyekszem mindegyikre egy kis időt fordítani, ezeket én szépen berakom magamnak, a kis, hogy hívják, a bugyromba, így a tudatom hátsó felébe, betárazom magamnak, és akkor szépen lassan majd mindegyiket. Most például egy Pest Erzsébeti cukrászdát ajánlott valaki nekem, már fönn is vagyok a Facebook oldal, és nézegetem például a kókusz piramist, a tejkaramellát, vagy a hamis marcipános. Nincs egy noteszed erre vonatkozólag? Mert akkor lehetne heti beosztást készíteni, értékelni, hogy itt a kókusz piramis, kérem szépen, zseniális volt, 5 pontos. Ha? Nem, úgy szoktam csinálni, hogy mindig alkoholos filccel a Zsűlnek a tenyerére ír. Miért együtt mentek, vagy mi? És egy nagyon fontos SMS, ezt én külön köszönöm, hétvégi kézi meccs, martfű, új kígyós, felnőtt, 23-22. Így van.
Sajnos elvéreztünk, pedig az új kígyósi kézi csapat, Istenem, micsoda nagyságokat adott. De figyelj, ez egy egygólos. Akkor ez is egy gólos történet, jó, de szoros volt. Érted, ezt lehet kétféleképpen is tálalni. Hogyha majd feljövjük a szúrjöp, mert egyébként fogjuk is, akkor el is mondhatja, hogy lehet ezt tragédiaként is, meg egy hatalmas fegyverténként is. Uh-huh. Érted? A sérülések és az eltiltások ellenére fejmel haladtak egészen az utolsó pillanatig, az utolsó fütyszóig, amikor is sajnos a Marfű elhúzott egyetlen góllal, és nem sikerült hosszabbításra, nem is tudom, hogy egyébként kézik a hosszabbításra menteni a meccset. 23-22. Jó, ez az új kígyósi kommentátor, most a Marfűi jön. Hát a Marfűi megint lenyomtuk, új kígyós. Igen, hogy hívják, hogy helybe jöttek a szél. De egyébként, ha majd otthon játszik az új kígyós, na akkor, majd végetek lesz. Hát figyelj, vendégként egy gólos vereséget szenvedni szerintem az abszolút vállalható. Gyerekek, hát az a falu, ahol egy Skalicki László, érted, dolgozott. Hát azért, hello, kapaszkodjunk már meg. Egy Skalicki Laci kettővel mellettem lakott. Ne csináld edzőbá. Már. Edzőbá. Én még jártam hozzá tesi órára, hát illetve én szertáros voltam, ezt már elmondtam. Elmondtam sokszor, mert alkalmatlan voltam mindenféle sport teljesítményére. De volt új kígyósi feliratos melegítőd? Nem, soha nem jutottam el ideig. Én az új kígyósi kézilabda csapat oszlopos szurkolója voltam, amíg otthon éltem, ilyen 19 éves. Te tartottad a transzperensiket? Hát mert senki más nem bírta el, és kongával jártunk meccsre. Gyűlöltek bennünket mindenütt, mert nyilván hangosak voltunk, és állandóan buzdítottuk új kígyós, de az egy csodás időszak volt életemben, úgyhogy hajrá új kígyós! Martfű legközelebb kikap tőlünk, ez a biztos. No, miután 8 óra előtt néhány perccel hosszasan és kicsit a szemünkben a könycsepp megülve beszéltünk arról, hogy mi most umamit fogunk reggelizni. Igen. Amire vártunk, már vágytunk, mert nem tudjuk, mi az az umami, és ide várjuk Jókuti Andrást, a Világevő blognak a szerzőjét, egy csodás férfi egyébként, aki bejárta tényleg a világot, és már mindent megkóstolt, vagy majdnem mindent, amit csak meg lehet, és ő ígért nekünk umamit, hát most eljött a pillanat. Amikor elaludt. 8 óra után hívtuk többen is, nem örömmel. Jókuti kolléga alszik, úgyhogy mondta, hogy ő nagyon hamar beér, az a nagyon hamar, az nyilván 9 óra lenne, és akkor már a mi kaszatibink van, akit nagyon szeretünk, ezért nem fúrnánk meg, meg nem is akarjuk, úgyhogy Jókuti Andrist áttesszük egy másik időpontra, mondtuk meg, hogy akkor aludjon, és reméljük, hogy nem romlik meg az umami. Pontosan így van, és a Tibit senkire nem cseréljük le, mert a vendégeink közül őt szeretjük a legjobban, sőt, ő már ugye nem is vendég, hanem igazából családtag, és egyébként akkor sem mondanék mást, hanem állna itt az ajtóban. Így van, de hát 9-kor majd amikor beül adásba, akkor viszont nyilván kapni fog, ugye, ahogy szokott volt ez lenni, tehát 9 óra után ő jön majd, úgyhogy most viszont telefonálni fogunk, mert szeretnénk utolérni egy fiatal embert, akivel néhány keresetlen mondatot beszélnénk a Szocsiban zajlott eseményekről, ha valakinek nem tűnt volna fel, ugye téli olimpia volt, minden idők egyik legszebb téli olimpiai sportsikere született magyar vonatkozásban, ennek mi nagyon-nagyon örültünk, de hát nyilván van miről beszélni, a Szújó ugyan nem volt kint Zoli, de végig közvetítette az eseményeket. És itt van velük Szújó, ugyan nem volt kint Zoli, de mindenképpen otthon van a témában. Viszont egyébként a záró ünnepségeket, azokat ő közvetített, illetve ezt a záró rendezvényt, ami meglehetősen látványosan sikeredett. Azt én is végignéztem a tévébe, elképesztően durva volt. Tehát tényleg nagyon jó volt. Na most azt tudni kell azért az eseményekről, de majd Szújó kolléga ezeket megerősíti, vagy megcáfolja, hogy ilyen drágán olimpiát még nem rendeztek. De nem hogy télit, hanem nyárit se. A költségvetés az az egekbe szökött. Ennek egyébként a Hát kitettek maguk. Ki, de ennek a legnagyobb összetevője az egyébként nem is a látványos rész volt, hanem a biztonság. És azt gondolom, hogy Szocsiban ezt sikerült megoldani. Mert hogy nem volt semmiféle probléma. Nem volt semmi, bár egy csecsenasszony. Vagy nem írtak róla. Kerestek hosszú ideig egy a városban. Egy asszony csecsén. Nem egy csecsenasszonyt, vagy valamilyen asszonyt kerestek, aki bejutott a városba, és aztán ő is meglett. Tehát a legfontosabb dolog, hogy a Szocsiban zajló téli olimpia az gond nélkül lezajlott, és hát még egyszer mondom, vannak magyar sportsikerek is, és velünk pedig a telefonvonal túlsó végén Szújó Zoli! Mert ha nincs umami, a Szújó is megteszi. Nem, ez nem igaz, mert figyelj, csak úgy volt, ezt pont te tudod megerősíteni, hogy fél után akartunk téged hívni, mikor már umamitól jól lakottan egy picit leeresztettünk volna a Jánossal. És akkor jöttél volna te, aki megint lendületet és fényt ad ennek a műsorban. Ez szépen kimozogtad. Gratulálok egyébként, hősies csatában mindössze egy góllal buktak el ugye, az új kígyósi gladiátorok. Júj, de szép, köszönöm! Köszönöm. Figyelj csak, az van hosszabbítás a kézilabdában? Nincs, ott X is lehet, úgyhogy semmi gond.
Nem baj, hát jó, minden baj, vagy legközelebb otthon. Hát ugye, ha VB döntő mondjuk, akkor van. Na, tehát akkor ugye van az a helyzet, amiben azért még egy új kígyósi bekerülhetné. Figyeljetek, én nem irigylem egyébként a Martfűt majd legközelebb az új kígyósi pokolban. Ah, biztos. Szétkapjuk őket, az új kígyósi aréna fog zengeni a helyiek biztatásától. Megemlegetik azt a napot, az lesz az ő mohácsú. Na, erre majd még visszatérünk, akkor most viszont jöjjön Szocsi és a téli olimpia. Te ugye közvetítetted a záró ünnepséget, amit Jani látott, én sajnos lecsúsztam róla egyéb dolgai miatt. Nagyon grandiózus volt, nagyon oda tették magukat a fiúk. Na igen, igen, szép volt mindenképpen, és azért akár tetszik, akár nem, látszott ezen az olimpián, hogy elköltötték azt a bizonyos 50 milliárd dollárt, amilyen drága még soha nem volt egyetlen olimpia sem, és itt a téli-nyári, ahogy te is említetted, tessék egy kalap alá venni, tehát valóban ez minden idők legdrágább olimpiája volt, és egy csomó legget el lehet mondani. Nagyon sokat beszéltünk valóban az olimpia előtt a biztonságról, a korrupcióról, a diszkriminatív törvényekről Oroszországban, de az oroszok bebizonyították, hogy ebben a két és fél hétben ezt az olimpiát ezt tökéletesen meg tudták szervezni, és amennyire a képernyőn keresztül átjött, illetve amennyire tudtam és tudtunk beszélni magyar sportolókkal, kollégákkal, kintartózkodó kollégákkal, ez igenis egy szerethető olimpia volt, és egy nagyon jól szervezett olimpia volt, úgyhogy le a kalappal előttük. Ugye említették itt a szervezőbizottság elnöke mondott egy hosszabb beszédet a Nobelnök mellett, és ugye ő azt hangsúlyozta ki, hogy ez Oroszország új arca. Aha. És ha valóban ez Oroszország új arca, akkor azt gondolom, hogy talán nincs félnivalója a világnak. Tehát jó irányba megy. Meg egyébként most beszéltünk itt ilyen több milliárd dollárokról, meg hihetetlen költségekről, hogyha mondjuk ez volt az ára annak, hogy ne történjen ott semmiféle tragédia, akkor megérte. Ebből lehetett valamit érezni a sportolóknak, azt vagy esetleg ti a közvetítések alatt láttátok, hogy macera átjutni A helyszínről a B helyszínre, mert akkora az ellenőrzés. Lehetett-e látni nagyon igen, sok hogy a rendőr. Sílövök mellett suhant mellettük szintén egy lépcsőn, egy kommandós is. Igen, és egy jatagános valaki, aki megpróbálta őket kinyírni. Szóval ezeket lehetett látni? Ole Einder Björndalen előtt egy kozák síző kicsit nagyobb tempóval, hogy ők picit csalutat meg vigyázzon az ő biztonságára. Hát a képernyő semmiképpen nem jött át, és akár tetszik, akár nem, azért ezek a biztonsági átvizsgálások, meg a biztonsági erők jelenléte, az sajnos hozzátartozik már egy nagyobb sporteseményhez. Akár olimpia, akár foci VB, akár forma, egy akármit mondhatni. És rettegve ebből a szempontból, valljuk be őszinte, rettegve várhatjuk Riót. Igen. Igen. Hogy és lesz még? Itt azért voltak telepítve a Kaukázusban mindössze néhány 10 kilométerre a helyszínekről rakétakilövő állások, szóval tényleg egy nagyon komoly biztonsági háló, vagy biztonsági rendszer volt. Nem hallottam erre panaszt, hogy nyomasztó lett volna a biztonsági erőknek a jelenléte, mint ahogyan egyébként ugye nekem összehasonlítás alapom nem nagyon van, de Londonban volt szerencsém a helyszínről követni 2 évvel ezelőtt az olimpiát. Ott is tele volt fegyveres őrrel, tele volt Bobbival, tele volt rendőrrel, de mosolyogtak, és pontosan tudta mindenki, hogy a saját biztonságod miatt, igen, most le kell venned az övezet, mint a repülőtéren, kipakolni a zsebedet, és átmenni az átvilágítási kaput, vagy átvilágító kaput, és elnézést kértek, hátba veregettek, és sok sikert kívántak az adott naphoz, tehát nem volt nyomasztó ez a fajta jelenlét. És szerintem ezt, bár mondom még egyszer, helyszíni tapasztalataim nincsenek, de azért itt Szocsiban sem volt ennyire erőteljes a biztonsági jelenlét. Az olimpiák rendezői fejében most már ez mindig presztízs kérdés lesz, hogy még nem nagyobbat... Nem szabad. Nem, ugye London sem akarta fölvenni a versenyt 2 évvel ezelőtt a 2008-as pekingi olimpiával, mert hogy egyébként addig az volt a legdrágább, és hogy értelmetlen lett volna. Itt ugye Pyeongchang a következő dél-koreai város, ahol rendezik majd 4 év múlva a téli olimpiát, szerintem nem szabad. Tehát egész egyszerűen muszáj valamiféle megállt parancsolni az esztelen költekezésben, azért ne felejtsük el, és ne hagyjuk figyelmen kívül azt a gazdasági környezetet, amiben most benne vagyunk így az egész világon. Értelmetlen, tehát nem szabad, én aki imádom a sportokat, nem szabad sportrendezvényt összehozni, rendezni több 10 milliárd dollárért, mert egész egyszerűen értelmetlen. Igen, sajnos a biztonságra költeni kell, ez tény, de hogy ebből nem szabad, hogy egy versengést legyen, mert akkor az egésznek akkor nem fog ez sehol megállni. És ugye még mindig nagy kérdés, hogy Szocsiban mi történik majd ezekkel a létesítményekkel. Persze néhány lebontható, némelyeket el tudják vinni, át is fogják pakolni, jó néhány kilométerrel arrébb,
de hogy azért ezeket a létesítményeket utána ki kell használni hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, és az igazi felelősség. Mert hogy nyilván olimpiára oda mennek a világ legjobb sportolói, és persze gyönyörű közvetítések, nagyszerű sportrendezvények, mindenki örül, de ez két hét. És azért ezt az 50 milliárd dollárt úgy költötték el, hogy jó lenne, hogyha hasznosan, vagy ki tudnák rendesen használni, és hasznosítani tudnák ezeket a létesítményeket a következő több tíz évben, hogy generációk használhassák, még nőjenek föl rajta. Hát majd kandidálnak még egy olimpiára. Nagyjából, igen. Ugye pont Szocsi ebből a szempontból egyébként jól csinálja, mert idén oda látogat a Forma 1 mezőnye, és lehetett is látni az olimpiai park egyes felvételein, hogy már építik javában a Forma 1-es pályát, ugyanis az ott fog kanyarogni ezen a helyszínen. Tehát ők ezért megpróbálnak még egy picit életet lehelni az amúgy sem kihalt szubtrópusi üdülővárosba, ugye ez is egy furcsa szó összetétel, hogy egy ilyen szubtrópusi helyen rendeztek téli olimpiát, bizony. És akkor lehetséges az, hogy rákanyarodnak majd mit én az óriás műlesiklós sáncra, az F1-es autókkal, és motorfékkel jönnek le. Tehát ahogy a Lotus az teligázzal fölmegy Romain Grosjeannal, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz a sivrosánc végén. Na, és Zoli, hogyha mondjuk így egészében nézed ezt a Szocsi olimpiát, akkor számodra, személy szerint, nyilván mondani fogod Miklós Edith hetedik helyét, ami ugye egy történelmi magyar siker, de mellette mondjuk mik voltak számodra azok az emlékezetes pillanatok sport szempontból, hát amiket érdemes megemlítened? A norvégokról nem szabad megfeledkeznünk, ugye, aki már mondhatom, Björn Dahlent, aki minden idők legtöbb érmet szerző olimpikonja. Meg hát 40-es, ez jelzi azt, hogy ugye, hogy számunkra is van remény, tehát így. 1974 januári születésű egy évire, január 27, ha valaki pontosan érdekel. Szóval azért, ugye Londonban használtam azt a kifejezést többször, hogy a sporttörténelem a szemünk előtt íródik, és azért ez erre az olimpiára is igaz volt, hogy szintén a norvég sífutó Marit Bjørgen, aki minden idők legsikeresebb női atlétája sportolója lett a téli olimpiák történetében. Ezek azért mindenképpen nagy pillanatok voltak. Nem beszél arról, hogy mennyire élveztem például a bob közvetítéseket azzal a Gyulai Marcival, akivel ti is beszéltetek néhány évvel korábban, vagy éppen Pulai Imrével, aki sajnos sumár nem jutott ki erre az olimpiára, pedig nagyon közel állt hozzá, de végül a sportpolitika idézőjeles áldozata lett, és ezt egyébként ő nagyon hamar földolgozta és le a kalappal előtte, viszont aztán együtt néztük a Szánkó küzdelmeket, még együtt közvetítettük. Nekem különleges volt, mert téli olimpiáról eseményt még nem közvetítettem, és azért ez egy kis változatosságot mindig csempész az amúgy unalmas hétköznapokban a kormány világában. A Pulai indulhat még 4 év múlva? Van esély? Hát abszolút, persze. Sőt, amennyire én tudom, komolyan is gondolja. Hát persze, ő nem az a fiú. Ráadásul ugye gyönyörű szép lenne a dolog, mert 1988-ban Szöulban, szintén Dél-Koreában kezdett nyári olimpián, akkor már ott volt résztvevőként, és 2018-ban 30 év elteltével téli olimpián letenni a lantot. Milyen szép eredbe foglalná a pályafutását. Meg lesz. Mondjuk neki nem földi eredetű a genetikája. Tehát. Az biztos. Ahogy ült mellettem a kommentátor állásban, így összehúztam magam, néha így jobbra fölpillantottam, hogy biztos jót mondok-e. Nehogy a hegyomlás lecsapjon. Mi? De jó. Nagyon sok hallgató kérdezi, és akkor egy kicsit kagyarodjunk el a téli hogy mikor fog szinkronúzást közvetíteni. Egyrészt ez az A kérdés, a B kérdés meg az, hogy te közel vagy mindig a tűzhöz, és minden tudsz, hogy hát ha tudsz valamit mondani a Schumacher állapotáról. Tudom, hogy ez a hírekben állandóan szerepel, de azért mégiscsak te talán egy kicsit jobban mögé látsz a dolgoknak, és hát mint volt Forma 1-es versenyző, talán több a rálátásod. Hát kettő olyan németországi ismerősöm, talán haverom van, akivel egy-egy SMS-t vagy e-mailt szoktam váltani, vagy váltottam az elmúlt időszakban. Nyilván ők sem tudnak sokkal többet, tehát badarság lenne, vagy botorságot feltételezni, hogy a német sajtónak minden információ rendelkezésére áll, a világ többi része elől meg eltitkolják. Nem túl biztatóak a hírek, de még azért a csodában mindig lehet reménykedni, és én azért hiszem azt, hogy rendben lesz, bár valószínűleg nem múlik el nyomtalanul. Tehát ez most már egészen biztosan kijelenthető, de azért bízunk. És azt gondolom, hogy mindenki akár szurkolt annak idején Schumachernek, akár nem kedvelte őt most. Ja nem, hát ilyenkor emberként kell reagálnom, nem szurkolóként. Tehát ilyenkor teljesen mindegy, hogy valaki McLaren-es, vagy Ferrari-s, vagy Mercedes-es, ilyenkor egy ember, aki egy kiváló sportoló, és aki sajnos nagy bajba került, de bízunk abban, hogy
hogy rendben lesz. Na és mi van az évaddal, kérem szépen, hogy készül a Szújó team? Hát egyelőre ugye nem nagyon tudunk koncentrálni, bár a háttérben azért folynak az előkészületek, de most volt ez a téli olimpia, és még mindig nem tudunk ráfordulni idézőjelben a Forma 1-es célegyenesre, mert ezen a hétvégén kezdődik a Red Bull R-Race világsorozat, ismét három éves szünet után újraindul, amelyet van szerencsém nekem tolmácsolni a nézőknek, úgyhogy egy szombaton már közvetítjük is az Abu Dhabi idényitón, a verseny Besenyei Péter egyéb iránt ott hát van. Ott van, de jó, jó, de jó. Azt mi nagyon sajnáltuk annak idején, amikor így félbe szakadt, nem is nagyon értettük, de hát szurkolunk akkor neki, hogy összejöjjön valami nagyon szép eredmény. Régi géppel, új géppel, mivel? Egy Corvus, egy magyar gyártmányú repülőgéppel, magyar fejlesztésű repülőgéppel egyedüliként a mezőnyben, és ami mindenképpen fontos változás az idei szezonban, ugye a három évvel ezelőtt nincs benne motor, majdnem jól mondasz, egyen motorokat kaptak, tehát mindenki egy formát, és azt is sorsolták. Tehát valószínű 1-2%-os teljesítménybéli eltérés még két teljesen ugyanarról a gyártósorról lekerülő motor között is lehet. Aha. De most sorsolták a sportszerűséget abszolút figyelembe véve, és így osztották ki a motorokat. 12 pilóta lesz egyébként, és szombaton este 4:10-től az M2 meg lehet nézni. Á, kicsi promóció, meg jó. Te remélem egyébként a sorsolásnál Péter kezében voltak a szalmaszálak, és ő tépte őket. Így van, és az asztalon ő húzta ki a terményeket, és akkor még mindig nem Forma 1, ugye március 8-án meg Erdei Madár Zsolt búcsúmeccse, vagy nem, azt egyelőre nem tudom megmondani, én azért a sorok között azt látom, hogy nem feltétlenül lesznek az utolsó meccse, de egyelőre nyilván ez a hivatalos elnevezése a gálának, szóval Kecskemétről közvetítünk szintén. Igen, épp mondani akartam, élőben. Ha jól tudom, hogy közvetítitek is a gálát. Igen, jó. Nagyon köszönöm. De jó, ha az ember barátok. Persze, nagyon szívesen tudod, megteszünk héten... mindent értetek. Igen, Jani, jól tudod, március 8-án szombaton élőben közvetítjük az erdei meccset. Nem nagyon gondoltam volna néhány évvel ezelőtt, amikor ugye az RTL és az én útjaim külön láttak, hogy valaha még Erdei Zsolt mérkőzésen a ring mellől fogom köszönteni a tévénézőket, de hát az élet az... De mit csinál a ring mellett? Mit csinál a ring mellett? Ja? Szúlyozod, ja? Ja, ez én vagyok. Azt köszönöm, elmondtam, hogy a Vitali Klitschko, aki ugye most a kijevi barikádokon vitézkedik, a Vitali Klitschko az a mai napig szent meggyőződés, hogy mi testvérek vagyunk Zsoltal, és minden egyes alkalommal elmondja, hogy milyen jó, hogy a tesód meccsét vezetíted. Ugye, legyél büszke rá, milyen nagyszerű öklöző. Igen, csak annyira ne keverjen össze, hogy ne kezdjen el munkázni egy kis, hogy hívják, a balkezes megelőző ütéssel, mert hogy egyébként valószínűleg madár el tudna hajolni előle, de te nem. Na, de ezt ki tudod mozogni, figyelj. Ezt komolyan mondom, hogy állunk madárral a liftben, nem tudom, néhány évvel ezelőtt, és a bal kezét oda érinti az orromhoz, egy milliméter előtte megállítja, visszahúzza, és én akkor reagálok. Én akkor pistogok, amikor ő már visszahúzta a kezét. Ezért a világ egyik leggyorsabb bal keze, azt úgy nézzék majd a kedves hallgatók, meg nézők, hogy... Amikor közvetítitek majd 8-án. Igen, hogy az a bal kéz, az a világ, az a világ egyik legjobb bal keze. Jobban meg én vagyok, nagyon jó. Na látom. A katonaságát fejlesztettem ki. Igen, amit elfogyott el. Ugyan másik sport, de a János nagyon jó. Szújó Zoli, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm. Akkor figyelünk jó az összes közvetítésednél, és hívunk időnként. Köszönjük. Köszönöm. Szevasztok. 5 perccel múlt el 8:30, jövünk a hírek után. 1 perccel múlt el 8:45, jó reggelt mindenkinek, állítólag vége a télnek, a hétvégén már ragyogó jó idő volt, most reggel ilyen plusz 5 és 8 fok közötti hőmérsékletekkel lehetett találkozni, és hát a napsütés most ugyan nincs, de elméletileg jó idő lesz. Most, hogy ezt mennyire lehet megint komolyan venni, hogy már nem jön vissza a hó, tehát nem lesz márciusi hózápor, azt nem tudjuk, de egyelőre én. Hát ne legyen. Jó, ne legyen, na, de hogy ők mit mondanak. Ne legyen. Bár, hogyha mondjuk a Balázsnak a prognózisait nézzük, akkor majd a jövő héten szerdától lesz majd megint rossz idő. Mert most nagyon nem jött be neki az, amit tervezett. Amikor visszajön. Vagy a rossz időből megyen a jó idő, most lehet, hogy jó időből jön majd vissza a rossz időbe. Bár, megmondom őszintén, hogy láttam a tájföldön is pontosabban a bankomon most történtek olyan
ilyen nem kellemes események az elmúlt napokban, amiknek szerintem egyetlen turista sem örül, bár a városnak olyan részein, ahol a turistákat ezek nem fenyegetik, egészen konkrétan voltak mindenféle ilyen robbangatások, és néztem azokat a képeket, amik ott készültek, és azt láttam, hogy mindenki ilyen kabátban van, meg esik az eső, meg stb. Tehát nem biztos, hogy olyan jó idő van ott, de majd megkérdezzük a Tibit erről, mert ő is oda szokott visszajönni, úgy tudom, hogy ő is ilyen magyar tájföldi kettős állampolgár. Persze, persze, és állandóan be van az okostelefonja állít, hogy jelezze a tájföldi időt, hogy érdemesen menni, avagy sem. József körül sötétek a lámpák az Üllői és a Rákóczi tér között, rendőr sehol, mindenki lassítson. Dani, Liget téren egy tudós konténeres fennakadt a magasságkorlátozón. Köszönjük szépen az infót, hát az ország egy kis idő, amíg kiszabadítják. M3-as. Na. M3-as, várjál, nem, azt én értem. Segít. M3, 43-as kilométer, most figyelj, Szeged felé, trafi. Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen M3-as, az jó, ha Szeged felé van, akkor az M5. Biztosan mennek, hát ha valaki leborít arra, érted? Nagy Récsénél. Basszus, ez az M3-as! Na, és ott megcsípik, és ott, abban a pillanatban. Nagy Récsénél a 7-es úton nagy baleset, az út lezárva teljes szélességében, ezt Macitól kaptuk, köszönjük szépen, József körútat mondtam. M6-os, 120-as kilométertől komoly köd van Pécs felé, ez pedig Bubu írta nekünk, 0676 45 00 00 az SMS számunk. És szeretnék segíteni az egyik kedves hallgatóknak, aki a következő SMS-t küldte nekünk. Ma éjjel a 3. kerületben Óbudán ellopták az autónkat, egy Suzuki Igniszt szürke, rendszáma LPM717. Az autóban kevés benzin van, a rendőrök szerint Óbuda és 10 kilométeres körzetében valószínű, hogy valamelyik parkolóban vagy az út szélén hagyhatták. Tehát LPM717 és egy Suzuki Ignisről van szó, ami szürke színű. Hogyha valaki esetleg látja az autót, akkor az jelezze a rendőrségnek, vagy akár nekünk is. Nem akarok ellentmondani a rendőr éberőreinek, mert biztos igazuk van, csak az szokott történni, hogy ez ma éjjel, mert 2-kor ellopták Óbudán, akkor ez 2 óra 30 perckor darabokban volt alkatrésznek valahol. Nem akarom a tulajdonos se egyébként lelombozni ezzel, és ne legyen igazam, és a rendőröknek legyen igaz, hogy ott áll valahol ez a kocsi, és meg lesz, de az szokott történni, hogy főleg ennél a típusnál, ugye a mi autónknál nagyon sok van belőle Magyarországon, és nagyon könnyű eladni alkatrésznek. Ugye ezt elpukkantják, garázsba beáll, süt, két ügyes szakember gyakorlatilag negyed óra alatt izére csavarra bontja az egész kocsit, és már megy is, úgyhogy ez... Még egyszer mondom, reméljük, hogy de reméljük, nincs, hogy ez nem így van. Igazán. Egyik kedves hallgatón kérdezik tőlünk, hogy ti vagytok, vagy best of, nagyon szépen köszönjük, ez szerintünk is nagyon jók vagyunk. Csak az lehet, senki más. Mi van most? Most azt mondja, hogy kaszaked. Kaszaked, mindjárt jön a Tibi. Ja, megvan, hármas ugrást kell játszunk valakivel. Akkor hajrá! Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Roli, jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Roli, honnan próbálsz megbeszélni? Hogy még egyszer? Budapestről. Budapestről. Jó, figyelj csak, ilyen kihangosítót, azt ne használj, rádiót, ha tudod, halkítsd le. Jó, mert... Nincs kihangosítva. Nagyon jó, csak valahonnan halljuk vissza magunkat a háttérből, és akkor azért van egy ilyen kis gerjedés. Igen, egy aulában vagyok. Ja, egy aula. Iskolának az aulája, vagy a munkahelynek az aulája? Nem, a háznak az aulája. Te ott lakik, hallod, ő egy aulában lakik. Na, jó. Nem, nem ilyen. Az aulában. Iskolába mész, iskolából jössz, nem, dolgozni dolgozom. Mész, dolgoz. Dolgozom. Szabadnapos vagyok. Aha. De akkor miért vagy egy aulában, ha szabadnapos vagy? Miért nem vagy otthon? Szabadidőmet engedtem. Ja, és szabadidődben aulákba szoktál menni? De pont biciklizem. Egy aulában? Rohadt nagy aula lehet. De hát, várom a többieket, hát nem egyedül biciklizem. Mentek ki bringázni valahol a haverokkal? Tehát olyan szép idő van. De jó. Jó idő van. Tehát egy pár kilométer. Otthonról elindulsz a bringáddal, bemész egy aulába. Én már értem, csak Feri nem érti. Csak Feri kicsit lassan dolgozott. Igen, ahol egy aulában találkozol még néhány emberrel, és mindannyian kihajtotok az aulából a természetbe, jól értem? Pontosan. Nagyon jó. Milyen típusú kerékpáros műfajt csinálok? Én mondtam, hogy a hobbi szinten. Azt hittem a motorról. Tehát montisztok. Igen. Aha, és mi a cél? Hova kell főtekerni? Hogy elfáradjunk. Hogy elfáradjunk, ennyi cél. Én vagyok a hülye egyébként, hát látom a Jani, hogy megy veled, Roli. Hát egyébként, hogy kellemesen elfáradjunk, és aztán
aztán így, hogy egyrészt a kapcsolataink akkor még szorosabbak legyenek, meg hogy sportoljunk, a tüdőkapacitásunk, az oxigén szállítása a vérünknek, az izmaink erősödjenek, és hogy tartalmasan töltjük el a szabadidőt, Ferenc. Köszönöm szépen. Emlékeztetlek, János, hogy nekünk van közös kerékpáros programunk április végén, úgyhogy megyünk ám. Te csak csöndes egyél, ne támadjál nekem, ne támadjál, mert úgy kiütlek ott a hátsó kereked. Bizony, de, bizony. Roli, amikor nem bringázol, akkor mi a szakmád? Bútorszájt vagyok. Hát akkor megvan. Megkérdezd meg, hogy egyébként, hogy a bútorszállít azt mit tesznek, A-ból B-be a bútort elszállítják. Menj már, hogy lehetsz ilyen. Pont azt akartam mondani, hogy a Jani is egy darabig szállító munkásként engedte az életét, tehát tudnátok szakmailag miről vitatkozni, a gurtni átfűzése a vállon. Azon lehetne. Jobbos vagy balos. Roli, egyedül játszol? Egy barátom segít nekem. Uh-huh. Meg míg a többiek beérnek az aulába, tudom. Hát remélem, hogy beérnek, de nem hiszem, ahogy látom. Na akkor kezdjük a játékot. Induljunk az első kérdéssel. Ugye egyre nagyobbak az ajándékok, de bármikor megállhatsz, mert a Boom Software azt továbbra se adtuk le frissítésre, és a múlt héten adott egy ajándékot. Figyelj, abban nagyon bízhatok. Ne, Léci, arra ne hagyatkozz, és hogyha úgy érzed, hogy nem akarsz tovább menni, és biztosra akarsz menni, akkor tényleg inkább álljál meg. Előre mondom, hogy a harmadik már nehéz. Rendben, essünk neki. Na, akkor figyelj! Először is egy nyakba akasztóért az első kérdés. Ki a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya? Magyar férfi vízilabda szövetségi kapitánya. Válogatott, azt kifelejtetted. Hűha! Nem á, egy igazi legendáról van egyébként szó, és nem olyan régóta, 2013 óta ő a kapitány. Televízió reklámban szerepel. Nem már. Életemben nem néztem, hogy vízilabda meccset sem meg. Na jó, de hát ezt azért így lehet tudni, hogy egy sikeres sportoló, aki... Ez nem baj, én sem néztem még műkorcsolyát, de tudom ki ez a Katarina Vitt, amióta fotózták a Nyuszis magazinban. Bizonyám. Bár ezt az úriembert nem fotózták még a Nyuszis magazinban, őt úgy hívják, hogy... Benedek Tibor. Hát, igen. Az a baj, hogy a sportban egyáltalán vagyok otthon. Ne csinálj, na most miért, most hova mentek egyébként? Kerékpározni, hát kerékpározás, mi sport? Hogy hívják azt az amerikai kerékpáros? De kár, Benedek Tiborról van szó. A Benedek Tibor. Nem, nem, semmi, tök ismeretlen a név. Hát, így most már így ismerős így a név, de meg nem mondtam volna. Mm. Roli, ez nem volt hosszú életű, és ilyenkor tudod, még Boom Software sem tudunk adni, mert ez csak akkor jár, hogyha a harmadik kérdésnél szállsz ki a buliból. Jó. Viszont nagyon szépen köszönjük, hogy rengeteg új információval szolgáltál Feri számára a szabadidős kerékpározásnak, illetve az aulák kihasználtságára. Szevasz, Roli! Sziasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mondjuk rohadt nehéz kérdés volt tényleg elsőre. Az így könyörtelen voltam, így már kedden érted, meg kellett jönni, aztán begorombultam. Egy szívtelen állat vagy, de komolyan. Na jó van, akkor holnap könnyítünk majd rajta, ennél könnyebbet már nem lehet szerintem, de holnap fogunk ismételten hármasugrást játszani. Most 5 perc múlva lesz 9 óra, egy közlekedés 83-as úton trafi téten, a rendőrség parkolójából mérik a Győr felől érkezőket egy fehér Seatból, 51-es főút Pest felé a Tasi leágazás után egy sötétkék kombiautó trafizik, úgyhogy úgy tűnik, hogy be is indultak a trafipaxos autók. Kassa Tibivel folytatjuk a következő órában. Megérkezett a srác, hozza a témáit, beszél velünk egy kicsit, aztán pedig bedob még valamit, ami böki a csőrét, majd kibontja, és ha szerencsénk van, akkor utána el is megy innen. Köszönjük neki már előre is, hogy készült a mai műsora, tehát 9 után jön Kassa Tibi! 9 percen múlt el, 9 óra, jó reggelt, szevasztok, 83-as úton trafi téten a rendőrség parkolójából mérik a Győr felé érkezőket. Fehér Seatból, ami nekem böki a csőrömet, az az, hogy bemondjátok, merre van a trafi. Hát bocs, most már akkor ez késő. Trafi a 4-esen téglás közelében, de esküszöm, hogy akkor többet nem mondunk ilyeneket. Az 51-es főúton Pest felé a Tasi leágazás után egy sötétkék kombiautó trafizik. Jaj, bocs, már megint. Ha nem figyelek oda, akkor ez van. Srácok, a Tibitől kérdezzétek már meg, véletlenül nem a Puzsérhoz jár-e iskolába, hogy oltotta a hajdut, az csak egy király tudja, Pistu. Kérem szépen, nem, még ne kérdezz meg, még nincs itt, tudod, szignál nélkül, ja? Ez a fiú. Majd, nem majd fiú. Mondd el! Itt van velünk Kassa Tibi! Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor
kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint TB for President! TB! TB! Ez vagyok én. Nagyon jó volt hallani, amit mondtál Feri, és nem csak az, de rohadtul lekaptad ezt a tassat. Mert elkezdtem beszélni, mondom, ne üléskedj, azért meg kell dolgozni, majd a végén kapsz egy nagyobbat. Egy hosszabb lesz, hát, ha jó vagy. Szóval jó volt hallani ezt, amit írtál, mert döbbenetesen ugyanígy láttam magamat. Tehát én is azt láttam, hogy király vagyok a duettben. Igen? Nagyon. Kifilézted a hajdú? Nem is a filézés, hanem az a fajta szellemi sziporka, tehát tudod, az a fajta burkolt, intelligens célozgatás, tapostás, gyilkolás, amit ott... Mondom, szóval én visszanéztem videón, döbbenet. Tehát, hogy rögtön utána hazamész, és újra megnézed ilyenkor? Hát nem, gyakorlatilag már a reklámszünetekben nézem újra. Tehát, hogy figyelj, de csak saját magadat. Tehát, hogy a többiek mit mondanak, az nem érdekes. Nem is annyira a produkció, annyira tartalmas a maga az értékelés. Érted, hogy nézem, és azt mondom, hogy közben már az értékelés alatt látom magát a produkciót, annyira az egész, hogy vizualizálom, hogy előadom, mondom. Kívülről tudod magad nézni? A tartalom, a forma, brilliás. És Ákos értetlenségből vagy irítségből nem nevetett. De szemetek voltak. Nem. Most megdicsérem, most megmondom őszintén, most volt egy nagyon jó poénja az Ákosnak, ami már akkor is tetszett, amikor tavaly adásban én mondtam. Annak szemcsak. De az ennek, hogy nem, de most szerintem most jól egyben van egyébként a zsűri. Klár, egyébként nem tudom, milyen megfontolás, most elkezdett parókába járni, ezt most nem teljesen értem egyébként, majd el akarok veled megválni. Nem, van haja, de most rápakol a parókát. Nem, a biztonság kedvéért fölvesz még egyet. Aha, táfázik, vagy mi? Igen, vagy. Nem, azt mondta, hogy állítok neki annyira... Fölötte van egy légkúrt, és nyomja rá hidegen. Nem, talán az van, hogy annyira vastag a szálló haja, hogy emiatt, hogy óvja az egyébként vastagszárú haját, föl dob rá egy parókát. Na most ezt nem nagyon... Tehát ugye aki ezt érti, az most küldje el SMS-ben. Mert naponta azt nem lehet meg... De miért zavaró már színű? Én nem láttam. Hát mutatok mindjárt fotót. Hát most más, mutató, mert most az volt, hogy múlt héten még ugye szőke volt, igen, és most vörös. Most vörös. És alatta látszik a szőke? Hát az szíki lenne. Nem, dehogy. Ha nem? Ja, egy másik vörös van rajta. Egy másik csaj ül mellettem. Aha. Tehát megmondom őszintén, hogy most a csajomnak adtam is ezzel egy ötlet, hogy kicsikém ugyanabba a paróka boltba, jó? Ennek otthon örülnek. Ugyan kicsikém ezt a paróka boltot, neked is megkeressük, bogárkám. Egyébként voltak nálunk a múltkor, bocsánat. Igen. Emlékezz vissza, a paróka boltosok is elmondták, hogy ez most divat, ez most menő, hogy parókába járnak a lányok. Mert hogy tudsz már más hajat. Tehát érted, úgy mész haza, hogy New York egyik nap izé, másik nap meg a A páromnak, hogyha hallgatja az adást, akkor mire hazaérek, akkor most mondjuk legyen egy rövid vöröske. Aha. Jó, és akkor... És föntre? Te szemét. Te beteg állat. Te perverz. Na, viszont azt is láttatok, akkor én megható módon meglettem köszöntve. Meg. Amit ti elmulasztottatok, ugye, de nyilván emiatt most szefetül is érzitek magatokat, igen, nem? De milyen kedvesek, hogy ma eszükbe jutott, nem? Igen. Amit egyébként a Facebookra is kiposztoltál. Ja. Hát, hogy persze, csak eljutott hozzájuk is a hír. Kedves Herik barátunknak, mindannyiunk barátjának, ezúton is köszönöm a tündéri megjelenés a tortát. Ezt egyébként ne sajátítsátok ki, mert rohadtul semmi közöttök nincsen. Nem igaz, nem, mert például, igen, az van, hogyha nem lennél ma itt, akkor Herik nem tudta volna a tortát átadni neked. Hiszen oda, érted, nem tudja, hogy hol laksz, nem tudta volna elvinni. Így megtudta, hogy te egy biztos pont vagy az életünkben. Ma is hívtunk, tudta, hogy ide kell hozni a tortát. Bizony. Ennyi. Szóval nektek köszönhetem. Így van, jó, a fele a miénk. Meg a figyelmesség a lényeg, nem de, az, hogy ez egy zsúrtort. Igen. De hülye vagy. Jó, de már egy picit beszélgessünk már erről a 30 fölötti szülőnapozásra, mert most bár én elárasztottam a Facebookot, mert egy rohadt like-old. Igen, hát mégiscsak a mert egy rohadt egy like-oldus vagyok, tehát ezt én vállalom. Tehát hatásvadász módon elárasztottam a Facebookot ezzel a dologgal, hogy születésnapom van, de egyébként így 30 fölött ti jól reagáltok, tehát ti jól szülinaposztok, ti jól, ti bírjátok? Hát a tiédre nem, a miénkre arra igen. Jani, vegyél vissza, mert lecsavarlatos már. Na, nekünk semmit nem jelentett, hogy neked szülinapod van. Na jó, igen, engedd el. Semmi jelentősége nincsen. Engedd el.
Szeretjük. Én szeretem határozottan. A meglepetés bulit nem, azt egyszer próbáltak nekem szervezni egyet, az nem lett jó vége, különösebben a dolognak, de az, hogy mondjuk összejövünk és ízik, kocintunk egyet, dumálgatunk, beszélgetünk, szerintem az marad. Ja, meg kocintgatunk, dumálgatunk, beszélgetünk, tehát a hétköznap estéidet próbáltad most meg egy picit. De persze, ott van. Igen, de mégis kocintgatunk, dumálgatunk, beszélgetünk, elhajlunk, soha még egy sört, hozzá lapának egy fresit. Nem, én beírtam, hogy miért nem szeretem egyébként, de most én vállalom, ezt én elmondom. De miért tehát, nem? Hogy múlik az idő, tehát 30 alatt ezt lehet szeretni, 30 fölött ezt szerintem, tehát, ez, tehát előtt egy ilyen ünneplés, utána egy ilyen visszaszámlálás. Igen, trocs vagy. Még egy, na még egy év, na még egy év, még nem fáj, még nem fáj, na már fáj. Tehát, hogy nem jó szerintem. A másik, hogy ajándékot adni nagyon szeretek. De én például, ha ajándékoznak nekem, én rohadtul zavarba jövök. Tehát, látod, nem, nem is akartunk zavarba hozni. Hát látod, átláttál a szidát. De jó vagyok. És a magas labda dobálás nagymestere vagyok. Jó, igen, ez, amit te is mondtál, a meglepetéseket alapvetően utálom. Csináltak tehát, most meglepetés bulit? Volt, ezt is köszönöm. Igen, igen. Tehát, hogy ki volt, hogy a műsorom producere nagy bejelentéssel elvitt engem egy tárgyalóba, és közben ők előre mentek, és akkor, és tudod, ezek a Lufik 36-os felirattal. Tehát ez már az egy finoman diszolás, nem? Tehát, hogy a... Nézd, milyen... 5 éves korodban örültél Lufinak, ja, de már 36-os feliratú vidám rózsaszín lufikák azért az már nem azt adja, nem? A producer az ember, aki felismeri mások tehetségét, és ebből él, ugye? Aha. Nem, az, aki egyébként mind teljes messzélességével támogatja is. Az én producerem... Ja, jó, csak nem, csak kérdezem. Hogy akkor Dave úton van. Ő, igen, tehát mindenki, aki utál, annak elmondom, hogy egyébként ő áll mögöttem, tehát őt is lehet akkor utálni. Jó, a másik... Nem. Hát, még kaptál valamit a producerettől a Lufikon kívül? Hát ő tőle kaptam egyébként azt a egyébként számomra egyébként rettenetesen megható köszöntési adásban, mert köszöntetek ez abszolút ez a producer. Meg ugye a Kassasónak egy új évadot. Hát ez egy új évadot kap ajándékba, ugye azért nem kis ajándék. Hamarosan indulunk, ugye. Na Lufi a szép ajándék, de most már vedd ki a pólót. De szemét. Na mindegy, hogy Illés Gabinak is nagyon szépen köszönöm. A másik, amit akartam, hogy amit még utálok egyébként, hogy miközben éneklik neked a boldog születésnapot. Az alatt egyébként, tehát nem lehet mit csinálni, csak nagyon kényszeredetten feszengeni, aha, nem? Ász, és megint egy év, és akkor tudod, hogy még másfél percig kell rohadt kényszeredetten mosolyogni, úgy, hogy ezért sírni már nem sírsz rajta, tehát könnyezni nem tudsz, csak bután vigyorogsz. Látod, figyelj, és ezt is megúsztad, mi nem énekeltük el neked. A végére nagyon szeretném is kérni. Egyébként, most így tényleg félretéve a komolytalanságot, ez egy nagyon-nagyon jó felvetés, és nagyon sokszor szögetett a fejembe az, amikor hallom azt, hogy éneklik valahol a boldog szülinapot, és ugye nem bejátszák, vagy leadják valahol, hogy nem igazságtalanság, szerintetek ez Halász Judittal szemben, hogy nem kap ezek után jogdíjat. De most komolyan, tehát minden egyes alkalommal, amikor eléneklik a boldog szülinapot, ott kellene lenni egy bögrének, Juditnak felirattal, vagy valami, amiben aztán beledobnak valami kisebb összeg, nem? Hát, mert hogy legalább annyi, hogy boldog születésnapot, hogy legyen egy szép napot, köszönjük, Jutka. Igen, hogy valami, egy ilyen szép felütés a végére. Jó, figyelj, egyébként szerintem... Nincs dal ebben az országban, ami többször hangozná. És most komolyan, bocsánat, ha koncertet adsz valahol, akkor is a szervezőnek le kell jelenteni, hogy milyen dalok hangzanak el a bulin, hogy az utáni jogdíjat kapjon az énekes. Tehát magyarul mostantól minden rohadt zug születésnapozót, aki hallja, hogy éneklik, nyomja föl, kivonul az artisztus, így és van. Megrántja a családot. Így van, és begyűjtik a lóvét. És csak az archívumnak mondom, mindezt Rákóczi Feri találta ki, neki kell majd megköszönni, hogyha ezt bevezetik, és ebből jogszabály lesz, de ma nem az egyébként múló fiatalságom az, ami böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Szerelmes vagyok ebben a második Kassa Tibi, az idős bácsi, azt tudjátok, hogy kicsoda? Ki? A büfébe az idős bácsi. Itt a rádió büfébe. A büfében az idős bácsi? Hát van egy idősebb úr is, szerintem nem tudom, talán ez a na, pukája, a fiatalabb bácsi. Nem idősebb, csak kevesebb a haja. Akkor nem úgy idős, a máshogy fiatal. Jó, máshogy. Világos. Az egykor nagyon fiatal, manapság már érettem. És manapság is rettentő jókarban lévő bácsi a büfében. Jó, hogy a fekvőrendőrökről nem tudom, hogy hisztériáztunk, mert én mindig akartam egy kicsit hisztériázni fekvőrendőrügyben, de most van egy különös apropó, mert ahova szól, a szabadnapot
laposakra gondolsz, vagy a bukkanókra? A bukkanókra gondolok. Főleg a piros Verda, mi? Nem, lapos. Nem. Na tehát, akkor induljunk el az elejéről. Kezdjük az elejéről. Nem az a baj, hogy főleg, hanem át is szakadt. Na kezdjük az elejéről. Jelen pillanatban nem sportautóval járok. Tehát mielőtt ezt az egész témát megfújom, mint akkor persze, mert rohadjon meg, majd akkor nem kamióval jár, majd rohadjon meg. Jó, igen, tehát nem, tehát egy családi autóval járok. És ahova járok, magas labda, hát szoláriumozni, figyeljél már, mikor dobom! Szolárium, jó, figyelek, oké. Tehát ahova járok szoláriumozni, hogy megtartsam, hogy nem vagyok benne eleget, vagy valahogy nem hat rám, hogy megtartsam a tájföldön fölkapott jó kis bronzos színemet, ott a legrohadtabb fekvőrendőr, vagy én kettő fekvőrendőrt utálok nagyon, mert azt gondolom, hogy alapvetően az a cél nemes, tehát ebben egyetértünk, ne száguldozzon a rohadék, tehát értem. De van kettő, az egyik a plázákban van, az, ami nem lehet úgy átmenni, hogy ne üsse meg a futóművet. Tehát biztos, hogy az meg van, amikor mész, és úgy rámész, nem lehet rajta átmenni, úgyhogy ne azért, hogy így megy ha át. Ha fölmenetet megúszod, a lemenetelni biztos, hogy odavered. Ugye? Azt tudja. Igen. És úgy, hogy hárommal, tehát ha csak nem tréleren visznek át rajta, ott oda fogod verni, tehát, és én lassan mentem, négyen mentem, akkor is ráül. Tehát ez. De most megtaláltam a legszemetebbet, ami már nem is csak annyi, hogy ráül, hanem olyan, mint egy teknős békának a páncélja. Ez pont itt van a Újpest környékén. Olyan, mint egy teknős békának a páncélja, tehát csak középen van egy rohadt magas ilyen kitüremkedés, és szépen mész, de nem, mész öttel, csak azt hallod egyszer, csak hogy nem. Oké, és tudod, hogy még van öt. És nem csak azon kapod magad, hogy megáll az autó, és fölfeneklik. És ezeken csak tényleg úgy lehet átmenni, hogy fogod, és így slalomozgasz, tehát félig föl a járdára, le a járdáról, tehát ez már rohadt nagy hülyeség, ha belegondolsz, hogy nem? Hát igen. És ez már majdnem parkolás nálad. A járdán, azt nem ő szokta. Meg kell védjem. Te jó nem ő szokta. Figyelj, ennél szebb csak új kígyósom van, ezt lehet, hogy adásban elmeséltem már. Az iskola elé építettek nem egy, hanem két hegyomlást. Az a fekvőrendőrként van, hogy ott ne száguldozzanak az új kígyósi polgárok, az én szülőfalum, ami most már város. Ott van két ilyen, hát egy trapéz, nem tudom, de 40 centis magassággal. Tehát amikor az autó eleje fönt van már, akkor elkezdesz vadul kapaszkodni, mert félsz, hogy ha hátsó ablakon ki fogsz esni. Olyan magasan van, és a múltkor... Ott szokott gyakorlatozni a polgárőrség, mert azt hiszik, hogy sánc. Sánc, nem, sőt, a síugrók is oda járnak Norvégiából, hogy rossz ott az idő. És a múltkor azt történt, hogy a busz egyébként kerülő úton jár, kikerülve ezt a szakaszt, pont azért, mert szerintem azon nincs busz, ami átmenne, és a múltkor szóltak egy kollégának, hogy lehet menni egyenesen, meg garázsmenet visszamenetel van, és 50-nel ráküldte, és így belállt az iskola falába a busz, a falába nem állt bele, de egy ízét kivitt, egy fát. Persze, én soha nem értem, tehát hogyha az a cél, tehát hogyha nem az a cél, hogy kárt tegyünk az autóba, csak az a cél, hogy lassan menjen, akkor először is, tehát hogy szerintem egy nagyon nagy része egyébként szerintem nincs is normálisan megfestve. Tehát én nem egyszer mentem már rá, úgyhogy ha tudtam volna, hogy van, hogy az a cél, hogy én lelassítsak, akkor én lelassítok, de szándékosan jó szürke legyen, menjen rá a paraszt, tudod, törjön ki a kereket. Tábla nem volt előtte, mert kéne lenni egy 20-as vagy 30-as táblának, plusz a bukkanójel. Nem tudom, amikor vettem a jogsimat, még nem volt kötelező olvasni. Fia, ha két levetett melltartó van a táblán, akkor jó helyen vagyok a Pixóhoz. Az a baj, hogy egyébként Tibinek nagyon nehéz ezt a dolgot így megvalósítani, mert neki olyan sportos az autója, hogy az óra 50-ről indul. Igen, figyelj, én megmondom őszintén, hogy egy időben szembegér mentem, de rájöttem, hogy csak minden el van mosodva, olyan rohadt gyorsan megyek minden. 20-as távol, 30-as távol, hát nem tudja, értem. Jó, de mindegy, a rohadtul álcázott, indokolatlanul elkészített, és a kocsiban kártevő, egyébként a célja helyes eszközök, a fekvőrendőrök jogosan bökik-e a csőrömet. Hármas szintű, abszolút indokolt csőrbökés. Megadom! A mindannyian fejet hajtunk nagyságod pilat? Előtt. Pilat? Igen, Tibi, igen. A király. Na, figyelj! Megértő még a gép is vele. Ezt berakom csengő hangnak. Hát figyelj, ez Tibi a király. Figyelj, viszont, hogyha csak mondani akartam a szoláriumázással kapcsolatban. Igen, nem attól nagy a mellem, menj már. Nem, csak mondani akartam, hogy ha úgy csinálod, hogy ilyen magasabb faktorszámú krémmel lekeregeted a vathúsaidat, akkor egy idő után tök egységes lesz a színed, mert most így van egy erőteljes kontraszt, hogy egy oldalról néz. Te miről beszélsz? Mert most így nagyon barnák. Igen. A vathúsom árnyékában nem barnulok. Igen, mert az egy valójában úgy kell elképzelni, mint hogy egy csiperke gombák nőnének a nyakamon, és az alá egy mókuskák mennek ezek be. Ezek hatalmas taplók, amik ott nőnek.
Mennyire egy beteg állat. Hogy a paraziták megérte bejönni, mi? A nyakon. Persze, gondoltam már, fölriadok fél hétkor, bejövök már, hogy valaki picikit elbeszélgesse velem ilyen szépen. Figyelj, és van még témád, vagy inkább zenéjünk most már? Megmondom őszintén, hogy féltem, hogy nincs esetleg valami kérdésed. Rá akartam kérdezni úgy, hogy tudjál erre rendesen is válaszolni, de tudod, amikor nincs itt a főnök, mi nem kérdezhetjük meg úgy azt, hogy amire azt mondhatnád, ahogy te szoktad. Miért, neked nincs olyan kérdésed? Nekem van olyan kérdésem, csak nem tehetem föl, de föltehetném akkor arra, de várjál, ha föltehetném, akkor arra, hogy válaszolnál, gyere, hogy zsűri, nincs? De van! Úristen, ez életem leghosszabb, ez egy 2 perc volt, míg erre rákanyarodtunk. Egy picit egy olyan témát akarok hozni, ami szerintem mindannyian otthon vagytok, a Feri nyilván vendéglátóként, meg friss vendéglátósként, vagy örök vendéglátósként, egy fantasztikus éttermében egyébként. Nem ezért meglesünk. Ott voltál pénteken? Ennyit mondtam csak. Elmentél? Nem, akkor voltam, én külön mentem, én úgy mentem, mint egy minőségellenőr délután, amikor a madár se jár, bementünk, berongyoltam. Amikor még ott ápisz volt? Vagy? Nem, csak néztem, hogy mikor van benne a Feri, mert tudtam, hogy akkor tudom meghívatni magamat. Igen, becsúszott, és nagyon oka nem hívott föl, viszont a pincért oda küldte, hogy szóljam a főnöknek, hogy itt vagyok. Ez nem igaz, mert csak utána mondták, hogy benn van, és akkor mondtam, hogy akkor a Feri számlájára lesz. És tényleg arra lett. Egyébként tényleg arra. Mondta, ezt nem fogadhatom el, na jó, mégis. Persze, ami jár, az jár. De nagyon szurkolok, minden nagyon jó volt, nagyon jó éreztük magunkat, hogy köszönjük, úgyhogy jövünk máskor is. Jó, de hozzá. Már nincs több meghívás, de nem ez a, mondom. A parancsos? Egy meghívás. Várjál, mert rohadt hosszabb volna, visszajövök. Ezt most nem hallottam. Halhoz ilyeneket tenned. Hogy voltunk a párommal, elmentünk egy olyan étterem, ezt nyilván nem fogom mondani, hogy hova, egy olyan étterem, ami arról híres, hogy hát ez a sztékes hely, tehát hogy a sztékek mekkája, nem tudom, csoda, ez a hely. Mondom, kicsi, megmondtam neki, hogy gyere kicsi, mutatok most valamit 5000 fölött, hogy gyere, hogy most mutatok, hogy most gyere, tudod, annyit tudod, emlékszel, mikor mentünk hoddogozni, megijedtem, hogy egyszerre nagyon megszaladok. Fiú, tényleg szeret téged, ha ezek valamit, után is veled marad. Mutattak valamit 5000 fölött, és elmentünk egy ilyen helyre. Én nem vagyok sznob, rohadtul nem, tehát engem tényleg nem érdekel. Én nem azért járok egy étterembe, hogy a ruhámat megmutassam, se nem az, hogy igazam legyen, én kajálni megyek. Tehát engem kb. Ennyi érdekel. És ez egy tanulmány volt számomra, ami ott így fogadott minket. Hogy az embereknek mennyire döbbenetesen ilyen tényleg a dolog nem a kajáról szól. Megérkezem, tehát egy másfél óra feszengés volt 40-ért. Tehát, hogy valami, figyelj, hogy ez de elmondom, elmesélem. De mész ilyen helyre? Nem jó neked a kifőzde. De nem, de mondtam, tényleg, hogy most legyünk őszinték, egy... arcoskodni akartál. Nem, a páromat szerettem volna tényleg egy picit meglepni, tényleg akartam, hogy na, ezt hóstod meg kicsi, mert ez most olyan. És csalódott, eljöttetek el végül? Figyelj, mondom neked. Mondtad, hogy csak mexikai kajak vannak, akkor miért ilyen ki, hogy a steak? Úristen, szó viccek a Morning Show-ban, azt hiszem ez a vég, a rádiózás sötét korszaka. Nem volt rossz, de azért megérkeztetek. Na megérkezünk, ugye kezdődik a feszengés. 2 darab, 19 éves lány, ez eddig még nem feszengés, ugye? Tehát, ja, ez neked a otthoni terem. Ezzel a korosztályra azért tudok mit kezdeni, értem a nyelvüket. Bemegyek, és 2 19 éves lány, akit az első modell portfóliójával ide fölvettek, ruhatárosként a rohadt nagy kabát szedegeti le rólad. Azért nem értetted meg őket, mert ők tudtak köszönni. Igen, de már ott feszengsz, hogy tudod, hogy ilyen kislányok pakolásszák le rólad a kabátot. Már én tudod, nem vagyok én gróf. Hát én is azt szoktam mondani, ne hagyjad, de fő tudom én tenni. Igen, de nem gróf úr jött. Ja, mondjuk a te kabátodat leveszik, hogy már eleve mondjuk, hogy szerintem egy komoly mutatvány, és hogyha maga alá temeti őket a kabátod, akkor... Leveszik, és mi ez? Hegyomlás? De most tényleg 2 19 vagy 1 19 éves lány. Én értem, hogy azért van ott, de ne vigyel. Nem jó. Vagy ne hagyd abba, vagy hagyd a kabát. igen, vagy mind a többit is. Jó, nagyjából, hogy akkor elindulunk, itt már indul a zavar. Befele, ugye látod, ott rögtön elindul a mustra, ugye? Tehát, hogy ki érkezett, ki az? Ugye a többiek, aki bennül már 20 perce, az hogy érzi magát, hát ő már otthon van. Hát, ő már benn van az ingatlanban, akkor megy a mustra, jött a paraszt, tudod? De. És végigmérnek. Tehát én ugye ilyenkor nem ültem, semmi nem voltam extra, semmi. Csapár, hogy magam, hát póló. De hát, mert ilyen, bocsánat. Mert csíros voltál. De hogy mert ilyen a hétköznapokban is adok erre, érted? Tehát ez a fekete póló, ez nem az mert a fekete. Mindig ugyanolyan, mint a vasárnapi. Tehát én mondom, azért mondom, te szemét. És mész, végig megy a mustra, méreget mindenki, megy ez a helyzet, hogy már ott, míg elmész az asztalhoz, lever a víz. Kísértek az asztalhoz, vagy önállóan el tudtál menni az asztalhoz? Nem figyeltem, csak a földet néztem már, mert olyan rohadt rosszul éreztem magam, míg elmentem az asztalhoz, komolyan levert a víz. Na akkor leültetnek minket, jó?
megérkezik ugye az első kis rendelés felvétel, a konkrétan úgy olyan szinten izgulsz, mint az érettségiden. Tehát bemond ilyen dél-francia akcentussal hatféle olyan vizet, amit életedben nem hallottál. Na most melyik vizet hoztatom? Sommelier. És ülszegény párom, látom, hogy így leveri a víz, és mondta, hát, hogy egy hideg csap. Én is ültem, már mondom, ami hideg. Legyen a második. Pohárkával. Az jó. A legyen a második, az szerintem jó. Igen. Na de itt tudod, amikor megvan az a pincér, aki azért finoman úgy azért végmérésű, meg is bírálod, hogy a kettes vizet kérném, nem jobb az olcsóbb, tudod, hogy neked az jó. Nem, de hát, hogy végigmész, és tudod, konkrétan, amikor egy vízrendelésnél az van benned, hogy tudsz rosszat válaszolni. Tehát, hogy tudsz olyat válaszolni a vízrendelésnél, amire azt mondják, hogy te birka. De nem lehet, hogy csak körülményesen köszönt franciául. Lehet, és én akkor kértem vizet. Mert tehát ez volt a vízrendelés, ez egyszerűen van. Tehát rendeltünk egy egyszerű levest, legyen egy ilyen hagymaleves. Tudod, ez azért csak az ember úgy eszik a hétköznapokban, hogy relatív egy pár szó láttad. Megrendeljük, mert széles mosolyra az arcunkon, kijön. Na, itt jön a nagyobb baj. Kihozzák a levest, már látod, hogy a szeme nem áll jól a levesnek, tehát, hogy már eléd rakták, és láttad azt, hogy erre te nem voltál fölkészülve. Belekóstolsz, látom a párom arca, mondtam neki, hogy nekem is annyira ízlik, hogy te kinézel, tehát, hogy mindkettőnket ugyanúgy találtál a leves. Hát, ha ettél már ilyen intézményesített borzadalmat. De mi nem volt jó. Figyelj, egy ilyen valamilyen ilyen mexikói átütéssel, agyoncukrozott, mély barna valami trutymák, érted? Tényleg, tehát amikor újra gondolnak egy ételt, és nem sikerül. Igen, nem sikerül arra gondolni. Figyelj, belehasz, és amikor az van, hogy két kanállal így beleszünk, és nézek a párom, hogy édesem, tehát, hogy tudom, mi vagyunk most szadáról beestünk ide, de figyelj, se tolt félre, és az, hogy elmagyarázd a pincérnek, hogy nem jó, nem, nagyon jó, mi erre még valószínűleg nem állunk készen. Egyébként igen. Figyeljetek, valószínűleg ez a hagymalevesek egy új dimenziója. Ezért kéne úgy beírnunk egyébként az étterembe, hogy francia hagymaleves, zárójelben szerintünk. És akkor onnantól kezdve, hogy nem kéne magyarázkodni. Kijött, figyelj, de mondom, tehát tényleg, amikor két kanál után tényleg az van, nincs tovább, és tényleg azt mondod, hogy, és közben néznek rád, hogy ez nem ízlett paraszt. Tehát, igen. Megalázó volt, mi? Hát, és várj, egyébként az étlapon ez volt a neve, hogy francia hagymaleves, vagy mit én, François nagybátyánk álmos tekintete az Eiffel torony alól? Mert van ilyen is, és nem tudod, hogy az mi. Voltak célzások az újragondolásra, tehát, hogy valóta nem egy standard, na de azt nem említették, hogy nyomaiban hagymát tartalmazó furcsaság, aha, vagy nem tudom, tehát hogy egy ilyen, és tudod, mikor úgy teszed félre, hogy közben érzed azt, hogy ilyen bíráló tekintetekkel, hogy na, megjött a paraszt, ezt se tudja még mi a konyhamű, és hogy jó, de és konkrétan... Nem ízlik, nem, nagyon finom, csak kár érte. Annyira jó, hogy nem akarom elpusztítani. De tényleg, amikor úgy tolod félre, amikor kijön a pincér, és mondja, hogy nem ízlet, akkor konkrétan bocsánatot kérsz. De miért nem mondod meg, hogy... Mondtam, hogy Mondtam, hogy a világ erre még nem áll készen. Szóval. Szerintem erre a rohadt jól újra gondolt. Az evőeszközökkel elboldogultál? Néztem, hogy de érdekes ez a kanál, átmegy rajta a levest, elmondták ez a villa. Nem, és utána itt jött megint egy zavarbejtő momentum, mikor lepakolták az előétet, akkor megérkezett egy másik pincér, aki ilyen apró sörtéjű ecsettel akkurátusan így leecsetelgette előlünk így a morzsát. Mi a párom ott ültünk, próbáltunk egy szép estét eltölteni, miközben egy ember nagyon furcsa módon egy ilyen apró kis ilyen, nem tudom, játékecsettel így ecsetelgeti le a morzsákat, és így egy ilyen 5 perces procedúrát végignéztünk, hogy minden morzsa eltűnik az asztalra, és ott ültünk, hogy ugye jól vagyunk kicsi, milyen szép ez, tehát intézményes feszengés. Jó, megjön a sommelier, ugye, aki borra fog kínálni. Neked. Na most én egyébként, ha szomelié jön, én mindig elkezdek feszengeni, mert hogy surmó vagyok ilyen értelme. Én mondta, kijött az ember, ja, és azt, hogy végig magázódnak. Tehát éppen, hogy csak nem, tényleg nem szólítottak izének nagy uramnak. Vagy nem próbáltad tegezni, vagy próbáltad rávezetni, hogy nem tegeződhetünk, haver? Nem, ugye az volt, hogy kijött a szomelié, és szintén kezdte ezt, hogy ő nagysága, a nagyságos uram, és kegyelmes nagyasszonyom. Tehát mondtam, figyelj, hogy akkor mit elhatok a délvidéki, déli lejtők toszkánai, figyelj, tesó, állj. Már mondtam, így, mondtam, hogy figyelj, most egy pillanat rájunk meg. Mert mondtam, kezdtem besokalni, meg láttam a párom, hogy rosszabbul érzi magát, mint az érettségim. És mondtam, hogy figyelj, kezd fura lenni. Tehát, hogy látjátok, hogy notóriusan visszateg ezek, hagyjad fél. Tehát én egy olyan ember vagyok, csak hogy tud, hogy kinek ajánlasz bort, mert ez is fontos. Én egy olyan ember vagyok, aki úgy választ bort a tetyóba, hogy ami 2000 forint fölött van, az jó.
Tehát, hogy, hogy egyébként tényleg. Nekem kb. Nem. Ennyi közöm van a borhoz. Tehát mondom, tesó, lepj meg. És most mondja, hogy de nem, mert a Dél-Toszkán... Mire várt, hogy te majd megmondod, hogy mit akarsz inni? Szerintem egyébként egy csomószor az ilyen szomeliékkel, nekem problémám, hogy elkezd beszélgetni a borról, és én rohadtul zavarba jövök attól, hogy egyébként nem tudom, miről beszélsz. Tehát én nem tudom, hogy tehát az a legalapabb dolgokkal sincs szerintem egy átlag borfogyasztó tisztában, tehát mondd el, hogy miért. Te ezt hozd ki, föl. Tehát ne, beszélgethetünk most erről, de nem tudom. Tehát, hogy és akkor a vége mi lett az egésznek? Jó, adjuk ezt az egész hozzá nekem, hogy jászokott a csajnak meg egy helles kólát. Helles kólát. De hülye vagy. Hozzá jász. Jó, de nem. Kijött valami, de tényleg már akkor ezen is túl akartunk lenni. Hogy megjött a főétel, nem tudom, minden azt megettünk. Se tudtad, hogy mit ezt elfogadjunk, ugye? Azt a négyből nem tudod kitalálni. De azt tudtam, mert az rég óta... Legyezős, írja majd a nevét, hogy tudjak róla mesélni. Mert azt többször ettük, tehát az én ott már voltam többször, tehát azt többször ettük, azt úgy tudtam helyek közel, hogy az nagyon ügyes. Közben kólát borítottam a laptopomba. Figyelj, nem a mi laptopunk. Kapcsolt ki. Nem baj, jó az úgy, addig legalább látod. Na, hogy viszont ami a csúcspontja volt, hogy mennyire vannak zavarba az emberek egyébként egymás előtt. Megérkezett egy kedves régi ismerősöm, a kb. A vacsora végén. Végig vonult szintén, mintha a Telegram hogy egy csoda divat bemutatón lett volna, bevonult az asztalához, és nagy nehezen észrevett engem, és a következő kérdést intézte hozzám zavarában, hogy mennyire jól ez magát. Ti is itt? Ne, azt mondja, hogy na, mit csináltok itt? Vacsisztok? Este kilenc vagy étterembe. És jött a válasz, nem, papírsárkány teregetünk bogaram. Nem, személyedzésre jött. Igen, ennyire benéztük, azt hittük, hogy itt lesz az kvasbajnokság, érted? Tehát, hogy az abszolút, és a végén megjött újra a pincér az asztalunkhoz, és kérdezte, hogy... Elégedettek volna. Nem, az magas labda lett volna. Egyébként megkérdezték, hogy nagyon igen, hadd menjünk, és megkérdezte, hogy... Elégedettek, ha a házvendégé vagyunk, igen. Nem, hát jobb volt, megkérdezte, tudod, hogy és akkor szabad-e valami finom desszertet. És összenéztünk a csajom az asztalra, csaptunk, hogy... Kicsim, csoki a benzinkúton, takarodjunk. Azt si tudom kérni. Kicsim, melbakocka a benzinkúton, takarodjunk. Igen, ha hozzáadhatunk valahonnan. Az nem tudtad megoldani azt, hogy a kaják, hogy föl vannak sorolva, nem voltak sorszámozva? Mert az a legnagyobb. Egy 12-est kérek, meg egy 34-est, azt hello. Nem, de egyébként a pincérnek, tehát hogy nem kell ráhangolni, tehát értem, hogy megvan a séma, hogy magázódva oda jön, meg nem tudom, nyilván amit nekem lenyom, hogy azt nem nyomhatja le mondjuk egy, nem tudom, egy miniszternek, hogy mit tolnál testvérem. Aha. Tehát ez nyilván nem, de hogy amikor látja, hogy nem vagy ráhangolt, ti szeretitek ezt, amikor nagyon megy ez a... Hát én például egyszer megyek el általában egy ilyen helyre, tehát amikor nagyon, nagyon tufának érzem magam, és nagyon akarnak ezen a helyzeten változtatni, akkor én azt mondom, hogy na jó, van, akkor legközelebb. De nem szabad, hogy tufának érezz. Van ahol, ide jöttek, nyilván semmi keresni, velük nincsen a pénzük, jó, de úristen, mit keresnek? Nyilván van egy éttermi etikett mindenkinél, minden egyes étteremnél, amikor azt mondják, hogy nem tegezheted a vendéget még akkor sem, hogyha ő tegez. Tehát ez létezik. De az, amikor például a szomélyé hülyének néz, meg az étel nevével szivatnak, az szerintem baromság. Ezért lenne jó, hogyha már az elején bemegy a francia étterembe, kiosznak két pohár armanyakot, és aztán hogy hívják legyetem, isztok egy pertút, érted, rögtön már az elején, és akkor onnantól kezdve minden sokkal könnyebben. De hogy egyébként azt nem szabadna, hogy legyen, nem? Tehát, hogy nem. Azt ugye nem gondolom, hogy az, hogy amit te érzel, hogy tufának érzed magad az étterembe, ez nem szabadna, hogy legyen. Nem, már segítsen. Ő azért van ott, hogy kedves legyen veled, segítsen, és elmondja, hogy na, Tibi, tudjuk, hogy nem érted, jó lesz neked a rántott csajt. Igen. Mit készítik? Rántott csajtot, ha szabad. Nem, tehát nem erről van szó, tehát nyilván azért rengeteg... Szeasz, Tibi, zsírral vagy hája. Igen. Nem, ez egy elszigetelt eset volt, mert általában tényleg nagyon jól érzem magam, meg nagyon sok, nyilván ez egy világjárta, nagyon sok étteremben megfordult figura vagyok, de itt most éreztem, hogy kaptam egy ilyen nagyon stabil, másfél órás feszengést a pénzemért, és utána hazamentem, és esküszöm, hogy egy ilyen, az első benzinkúton megettünk egy szelet csokit, és azt mondtuk, hátra hogy ez kellett. Én ezért szeretem a gyors éttermet, ott érted? Tudod, hogy azért a pénzért tudod, hogy mit kapsz. Bemész, megvetted, kész, kijössz, tudtad, hogy jó. Így van. Hát, és 10-ből 10 alkalommal ugyanaz.
Én is pont ezt mondom, hogy egyébként pont érdekes a párhuzam, amit mondasz, hogy ez, hogy tudod, hogy mit kapsz. Mert például, érdekes, hát a saját életemről próbáltam megint. Nem, pont ezt mondom, hogy például szerdán a klubkoncertemen most, pont ez van megint, érted? Hogy de most szerdán, ez holnap? Most szerdán a belvárosban. Az egy szokás élő jó hangulatú klubkoncert, hogy ez is itt, hogy bemész, érted, és tudod, mit vársz. A humornak, a zenének. És megkapod, nem? Te szemétláda. Tehát, hogy érted, ez van, hogy azt, tehát ez az én titkom, és ezzel tudtam csajozni az elmúlt 36 évben. Azt kapod, amit látsz. Így van. Az van. Humor. És zene. Humor, ja, és teljesítmény. Titi, kitartás. Köszönjük szépen! Megint egy évvel öregebb lettem. Kassza Tibi, egy hét múlva legközelebb, mi mindjárt jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Egy perc múlva 3:40, hé, Gaga szól. Vissza is jött a Balázs. Kérdezi a hallgató. Nem, de te... Menjél már innen, Tibi, kérlek! Ezt nem kérlek. Hiszem, nem olyan mondom. Annyira kellemetlen. Elfogyott az úrtorta. Éttermi sztori is, érted? Hát most hogy engedjük rendes helyekre, annyit nem tud. Én annyira örülök neki mindig, amikor már nincs. Vagy hogy amikor van. Ez a nap más. 10 után elé. Hanyadik volt neked? Ez? Meg se kérdeztük. Aha, 37. 37? 40? 6. Hogy mi 50? Ja, 36. Nem is nézek ki annyira. Nem, hát. 6 perc múlva lesz 10 óra. Szevasz, Csabi. Megoldjuk. Csabi, szia. Jó reggel, szevasz. Ezer éve nem láttunk, mi van veled, mert ugye mi csütörtökön találkoztunk, aztán eltűntünk 4 napra egymás életéből. Gondolom hiányoztunk. Egyrészt nagyon hiányoztatok. Az ebek lettünk? Folytasd. Őszintén? Igen. Sokkal. A Ferének egyébként tök jó a haja most. Figyelj, igen, könnyed tavaszit durattam, gyerekek. Igen. Hát mondom, én már éreztem ezeket a plusz fokokat. Az a baj, hogy oldalt már akkora sírója volt, hogy vízszintesen állt rajta a fők. Nem, basszus. Jó, Tibi, mindenki szeret, szia! Ezt a csáó. Te fölköszöntötted? Persze, mondtam neki, hogy legyen boldog. Azóta nézd meg, milyen boldog. Valakivel mi? Adj neki ajándékot, ne kérj a zsúr tortájából. Figyelj, azt ajándékoztam, hogy bele se ettem a tortájába. Na, de ha megkínál, akkor esetleg belenyalok. Ne, bennünket se kínált. Ja, semmi értelmes benekezik beleferi, mert másodperc kell belőtte. Igen. Hogy? Vigyétek ki! Igen, mindenki ünnepeljük, ha ő ünnepli magát. Pont ezért nem akarunk csatlakozni a kritikus tömeghez, aki te magad vagy, egyedül. Na, hívjuk fel a naphallgatóját. Ah, Istenem, ez... De ez most vicces volt? Mi nevetni kellett volna? Hát, mi nevettünk rajta most az elsőt alkalommal. Muszáj. Boarding show? Igen! Egy nagy tapsot kapsz. Köszönöm szépen. A nevedet nem tudjuk, mert nem írtad alá. Gyula vagyok, Esztergomból. Gyula, hát akkor mondanám a nyertes SMS-t, remélem, hogy az ünnepelt még hallja. Tibi, neked szól a nap hallgatója SMS-e. Minden sikeres nő mögött áll egy férfi, mint Kassza Tibi mögött. Boldog születésnapot, Tibi, neked pedig gratulálunk, te vagy a nap hallgatója az összes ezzel járó ajándékkal egyetemben. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük mi is, szép napot neked. Szia, szép napot. Nektek is, viszont minden jót. Köszönöm. Figyelj, Csabi, ilyenkor az szokott lenni, hogy ajánlasz nekünk egy dalt. Én arra gondoltam, hogy most egyszer az életbe, hogy hadd legyen már egy olyan tényleg, hogy mi a Janival egyet nem kérni, mert tudom, hogy nem lehet egy ilyen előnyt biztosítani, de csak annyit mondj, hogy egy jó Jesse J lesz-e, mert mi reggel azt beszéltük, érted, hogy annyira tehetséges, annyira marha jó az az új zene. Annyira teret kellene neki, hogy annyira szeretnénk, és tök jó lenne hallgatni ilyesmit is. Gondoltam, hogy készülök nektek egy YouTube-val, egy Prince-el, de hát ha nektek Jesse J kell... Akkor... kell a YouTube is, csak akarjuk, mert reggel beszéltünk róla adáson kívül, hogy jó a Jesse J. Mert YouTube-t kértünk, már meg küldtél is. Például a nejemnek nagyon jó fej voltál akkor is, de most se fog szerintem csalódást okozni, ugye nem? Jesse J az most legutóbb a Brit Awardon, képzeljétek el, transvestitának öltözött. Hát, mindjárt befogtam. Egyébként egy tök csinos nő, mindig meglepi egyébként a közösséget, ez valahogy divat az énekes nők. Ja, ő nő. Hát a Jesse, érted? Az még bármi lehet. Én azt hittem, hogy ő az a csávó, aki együtt mozgott a izével, a Butch Cassidy-vel. Az a Jesse James. Na, szóval lesz egy jó... Na mindegy, tavaly még kopasz volt, most meg hosszú haj, meg kék volt a szája. Aha. Hát nem volt szép. Hát nem szabad mindenfélt összeinni, biztos valami kurászol. Viszont nagyon jól énekel. Jobban, mint a Tibi. Itt van parja az új dala, igen. De ez most de csak nektek. Jó, köszönjük szépen nektek a figyelmet. Holnap reggel 6 órakor ismételten jövünk majd, és holnaptól már lesznek egész napos sztárnevendégeinkes.
El is árulhatjuk, hogy holnap Gangsta Zoli személyében lesz egy társműsorvezető. Hát most már, hogy elárultad, legalább ezt is tudom. Csabi, jó munkát, a telefonszám 061-555-5500, ugye? Hát, én komolyan mondom most Tibi! Boldog szülinapot, na kimondtuk, boldog szülinapot, csak menjél. Ezt a dalt nem lehet kérni a kívánság műsorban, mást egyébként. Igen, reggel 6-kor itt vagyunk, szevasztok. Sziasztok!